Sziasztok, nagyon szeretettel köszöntök mindenkit. Jó kezdődik egyébként a mai nap, ez a szuperben van a game is. Tehát visszatértünk Glades-be, és ezúttal Akumuval és Haldannal fogok együtt. Hát, ahogy a képen is látjátok, farönköt szállítunk, logolás, úgyhogy is egy lógós nap lesz. Úgyhogy csapjunk is bele egy picikét abba a nevesített levesbe. Fontos dolog, látjátok a chatben, hogy kitettem egy multistreames linket, ennek az az előnye, hogyha ezt megkattintjátok és ott néztek minket, és nem a Twitch appon, akkor mind a hármunkat egyszer láthatjátok, és kiválasztatjátok, hogy éppen melyikünket nézitek. Ez egy tök praktikus dolog. Még akkor annak a csetje fog ugye menni, úgyhogy tök jó. Na, de én akkor nem is húznám itt tovább itt a beköszönés, hanem beköszönök a Kumónak is. Ez minden percét. Na, jön, Szati? Jövök mindjárt, csak most derült ki, hogy a Discord eddig igazából nem volt bekapcsolva nálam a streamben. Ja, hogy ott nem hallott senki minket. Ott senki nem hallott minket. Jó, figyelj, azt hitték magadba beszélsz, hát előfordulhat, nem? Nem baj, a multistreamben lehetett hallani. Pontosan, a multiban mindenkit lehet hallani. Hát ott mindenkit 3x3 helyen lehetett. Úgy bizony. Hallott? Itt óvatosan, itt borulkodnak ezek a felrautók. Mert hogy miért? Mert kell az úton menni, mi? Szia, Balikszem! Igen, ezen elgondolkodtam én is, valami egy kicsit hátrébb megyek. Hát szépen... az úton nem érdemes menni, nem? Halljó, szia, Máté! Igen. Így mondani, nem? Abszolút nem szabad az úton be. Igen, Máté, ez teljesen pontosan ugyanaz a pálya, de most, ha minden igaz, akkor most másik helyen megyünk. De majd meglátjuk. Egyáltalán nincs is út. Expeditionbe. Ja. Az a biztos. Nem is nagyon hiányzik. Nem nagyon. Most ott tekertem én is egy jót most a tegnap bennem, ja, hogy jó volt. Na, szupi. Melyik térképen vagy ott amúgy? Ezt láttam, hogy a Coccolino Macis térképen voltál, de hol vegyesen, tehát megcsináltam, nem tudom, két-három expedíciót, meg azt hiszem két ilyen taskot, vagy kontraktot, hát nem tudja, hogy hogy vannak ezek a egy pauze, Akuma, az előbb az a tócsa, amit az előbb kikerültél, azt nem kell kikerülni, azon simán át lehet nyugodtan menni. Igen? Jó, mondjuk én nem autóban megyek, hanem low plusba, de hogy mondjam, tehát, hogy... Hát én is most átettem low plusba. Egyébként mennyi van még hátra? Melyikből? Ebből a gameből? Olyan 60% a map. Ja, hogy ez a régió. Ja. Az még azért sok. Egyébként azért bőven van. Most ugye Glades-ben vagyunk, ami USA. Ez nem lehetett volna egy bajt? Nem. USA. Central Asia. Central Asia. Orosz régiónak szánták ezt is, csak akkor tört ki az ukrán háború, és akkor mondták, hogy akkor most fúj, csúnya oroszok, és akkor nem lehetett Orosz Federációba hívni. De egyébként igen, tehát hivatalosan oda szánták. Ott lett volna. Aha, jó. Igen. Oda vagy vincselve valamihez. Én tudom, és én ezt szeretném is, csak azt szeretném, hogy ja, ez a vincs az engem megtartson, de ez nem, ez cseszik megtartani, ez nem az a típusú vincs. Én ezért kerültem meg azt a fát. Ez miféle BDSM dolog, hogy ez meg vagy kötve, tudom, és szeretném is. Igen. Igen, Tom, még van bőven hátra. Na, akkor én elindulok itt a folyón, jó? Jó. Nekem az izébe van... Most mi az új Észak-Karolinában van még nekem, azt hiszem 18 küldetésem. Ami azért vicces, mert csak 15-öt látok. Igen, akkor az ilyen felugrós. Igen, már előre félek tőle, hogy vajon hova fogja beadni ezeket a szarokat. Lassan. Ja, lassan jövök. Én lóba megyek, megmondom őszintén most is, már. Én ló pluszba megyek. Én sem a lóba. Én meg vagy azóta. Szamárba. Úgyhogy én csak padlógázt ismerek. Hát? Egyébként Haldan, ha már BDS-en van, akkor az megvan, hogy a Mazo is azt mondja a szadistának, hogy üss meg, mi a szadista. Nem. Igen. Jó, ez jó. Na most átváltottam. Meg amikor volt az a izé, hogy megbeszéltük, hogy a menekülő szó a narancs. De én a színre gondoltam, hogy meg állandóan a gyümölcsöt kiabálja. Ez jó. Ez jó. Hát én itt lehet, hogy fölmegyek a fűre.
ez én is, hamar, az... én is és a matrékkel is szívom. Hajrá! Őre lépni tilos, inkább szívd el. Igen. Hú, ne is mondd, lehet, hogy lesz forrásom. Ja, nem ide, bocs. Na, én viszont megborultam a füvön. Nice. De a füvön, a füvön. Jó, akkor jövök. Én nem tudom, hogy mindjárt befejezem ezt a feladatot. Igen? Viszont az a fura, hogy... Viszont az a fura, hogy... Nagyobb egyébként, hogy leesett a fa. Leesett? Ú, az baj. Az nagy baj. De be tudod rám tolni szerint. Na jó, azt a fát azt nem tudod betolni. Tolta neki? Hát, nincsen izénk sajnos. Nincsen darunk. Na, akkor jövök, aztán darúzom az magamat, nem érdekes. Fadarunk. Az oroszok között nem is nagyon van olyan, nem? Ami képes így izélni. Hát az X-ek talán. Fadarúzni? Nem. És még mindig ott van ez a nyomorult Mastodon, meg az a nyomorult Pike a múlt hétről. Miért? Mi? Baj az? Dehogy baj, csak az azért jó, mert akkor a Mastodonnal el tudok ide viszont jönni. Mert ez közel van ám. Oké, okay, let's see that. És azonnal... Miért engedted el? Mit? A vincset. Mert nem volt hova vincselni. Nem engedtem. Hát én vincseltelek és húztalak. Ja, kiszálltam belőle, bocsánat. Ja, és akkor kiszálltál, akkor... Ó, autó ellengedés van persze. Megnézzük, hogy a Mastodon be tud-e szorulni itt a folyóba. Azaz. Na, szuper, szuper Hunor. Fú, hallod? Fú. Aha. Na, mi az? Jó, oké, nem tud átjönni a Mastodon a folyón. Melyik? Hol? Azt nem, miért? Várjál. Mert megpróbáltam azért. El lehet sülyezteni, itt Glades-be én is elsülyeztem egyszer. Én nem sülyeztem el azt a Mastodon, csak viszont a felfüggesztési sikerült gajra vágni. Megnézzük, hát ki tudom vincselni. Arra mondjuk hajlamos, igen. De Ati, igen? Múltkor ott szenvedtünk egy órát. Miért ott akarsz átmenni? Azért, mert ez egy Mastodon, tudod? Mastodon. Tudod? Jó, akkor elkezdek kirakni egy... valamit, amivel át lehet itt. Nézzük. A világ legfaszabb ívén sikerül bevenni. Kihúzzuk a Mastodon Zillel. Egyébként a probléma nem is az volt a probléma, hogy Zillel. Mastodonnak... Zillel? Én neki megyek, hallod? Én. Mi volt ez? Ja, reggel csinálta. Én nem csináltam semmit. Nem? Olyat villant nálam, majd beszartam. Mint amikor időt vált. Nem, itt el nem én voltam. Nézzük. Nekem még az a tábla, így van. Van ezen Lokrény. Jó, oké, akkor ez lesz. Most menőzök egyébként, mert be fogok tolatni, mert a srácok szívnak a fákkal, én meg gondoltam, addig itt előadom magam. Hát ez a Mastodon innen rohadtul nem fog kikerülni, úgyhogy ezt mondom. De igen. Igen? Miért? Komolyan miért? Hát azért, hogy mondtad, hogy abban nem szabad oda menni, semmivel sem szabad oda menni erre. Az egy Mastodon. Ez egy Mastodon, tudod? De a Mastodon sem keskeny járművel kell menni még mindig, tudod? Elsőre úgy tűnt, hogy átfér. Nem. Először jó ötletnek tűnt, tudom. Elsőre úgy tűnt, hogy annó Metaxa megmondta, hogy amúgy a logika az úgy működik, hogy mindig úgy indulsz neki, hogy egyenesen, és hogyha nem működik, akkor kezdesz el gondolkodni. Nagy darú. Az a baj, hogy nagy darúval nem tudok sem is. Várjál. Ja, van, nem tudsz fát pakolni, csak mondom. Nem lehet vele fát pakolni nagy darúval, pedig ott van rajta a vincspont. Ott van rajta a vincspont. Biztos? Hát ott, érted, ott volt a fán, ez a gyönyörű szép vincspont. Volt vincspont? Ott? Hát ott volt rajta a fán a pont. Jó, értelek. Én akkor elindulok egy olyan step-bike-kal, amin van. Jó, és leadom a küldit, úgyhogy ne legyedjetek meg. Nem fogunk. Nagyon jó. Haszverba! Úristen, leadott egy küldit! Jó, hát bemelegítésnek olyat választottál, hogy ilyen... Hát jobban. Jó, fingilegni tudom. Na, viszont, hogyha már ennyire belelendültél, akkor legyen egy olyan, hogy neked is el kéne hoznod két darab metal beamet oda a Hardwest Corp-ba. Jó, mert... Melyiket? Mit szólsz? Hardwest Corp-ba metal beamet? Az Institute-ba van lent télen egy warehouse, ahol igen. Van két metal beam. És oda kéne... Tudom, ez most tényleg?
Micsoda szivatás. De mindegy, az már önmagában élmény szerintem, hogy áthoztam ide amúgy ezt a darut. És be, igen, azt látom. Igen. Egyébként az, az árébe hozzáteszem, hogy kiírtam a Mastodonnal a hídból. Oké. Mi? Most még egyszer? Azon a Főnixen van daru? Nincs. Akkor... nincs. Van daru. Ugye nem, nincs. A Tátra Főnixen nincsen. Nincs. Dekár pedig akkor én ezzel is el tudtam vinni oda azt a két. Tudom. Hova kell egyébként menni? Melyik ez a küldetés? A Harvest Corp-ra? A másik hidas küldetés, amihez fém kell. És az Institútból lehet menni könnyedén. Viszont nem? Most megvan. Jó, meg lesz. Igen, ne. Az Institútból lehet könnyen menni. Jó, oké, neki de, rohanok. De aztán én utána majd kell még két médium log egyébként ugyancsak oda. Jó. Egy másik híthoz. De én már csak a hangulatért is elkezdtem jönni ezzel a Mastodonnal, if you don't mind. Én nekem nem gond. Én megjövök a step pike-kal, hogy felszedjem azokat a... A fákat, a holy fákat. Mindegy, én átmegyek azon a vízen is az X-el, mert... Jó. Nem ezzel az X-el, a másik X-el. Nekem nem ügy. Ups. Várj, jó felé jövök. Persze, hogy nem. És egyébként a sima daru lett volna, hozzáteszem a szentem, a sima daru lett volna, akkor simán átpöccintem tulajdonképpen ezzel a Mastodonnal, belegurigatom szépen a járműbe a sima fát. Én ezt értem. De ez egy problémáztam itt ezzel. A legjobb jármű majd, ha eljut a karrier odáig, a 963-assal, azzal mindent is meg lehet oldani fa ügybe. 963-as az melyik? Az mi? Az a Kenworth-nek a Bösszme nagy izéje. Ja. Kenworth 963-as, és azzal meg lehet úgy csinálni, hogy hosszú rönköt is tudsz vinni, uh-huh. Úgyhogy van nálad daru. Meg én az összes küldetést úgy csináltam meg vele, hogy igazából rövidet meg hosszút is föl tudtam úgy rápakolni, tehát lehet rá rakni ugye rövid és hossz vagy közepes ketrecet is magára a szerelvényre, úgy, hogy fönt van a daru. És hát én ugye hackkeltem, tehát hogy fogtam és akkor fölraktam rá egy kis puttonyt, utána kötöttem egy médiumos pótot, és ha egy küldetéshez csak kicsi és médium logokat kért, akkor bevágtam mindet, az összes ugye egységet ugye hátra, lekötés nélkül, és úgy elmentem, és akkor a célterületen meg csak össze-vissza daruzgattam őket. Az igen. Azzal lehet azért sok időt spórolni. Igaz, hogy Pipi mindig lebasz miatta, hogy ez csalás, én meg mondtam, hogy ez nem csalás, ez leleményesség. Így van. Pontosan. Ez a magyar út, vagy a magyar megoldás. Sajnos. Most külföldön mondják. Sajnos a nagy darúval próbáltam én ugyanilyen leleményesen megoldani, de nem. Tom, de nem. Nem úgy sikerült, mint a múltkor a folyóba. Hát a folyóban a nagy darúval sikerült megoldani. Na hát azt tudjuk. Az nagyon jó volt. De azért ez a látvány, amikor értelem, hogy Mastodont fölemel és lógott lefelé egy azovot. Az egy picit extrém. Na. Az nem volt semmi. De most viszont átjöttem egyébként a Mastodonnal, és baromi egyszerű volt a történet. Az egyik másik szölöphöz kicsit odavincseltem magam, és egyébként nem túl széles a Mastodon. Szerintem egyébként abban a két farunkban, ahol fölakadtam, én mentem neki rossz szögbe. Szerintem. Aha. Csak azért, mert a másik két rönkben simán el tudtam menni. Simán. Aha. Szerintem igaz, hogy ezt meg lehet oldani. De ez akkor nem kell jönnem? Tulajdonképpen a... De tulajdonképpen kell jönnöd, mert igazából a fa még mindig ott van a földön. És a nagy darú az nem akarja ezt megoldani nekem sajnos. Jó. Látom ezt a Főnixet, te se a dafos lámpával használod, hanem a rendes izével, heavy duty-val. De dafos lámpa az milyen? Hát ez egy DAF kabinos Tátra. Vagy, ja, ez DAF kabinos. DAF-ke is, ja. Hát én ebben nem vagyok. Ó, tudom, hogy szépen megyek. Mi? Hát ez tisztára izé. Ez DAF kabinos. Jó, az okés. Most már az összes fa a földön van. Az jó. Ez tudja, hogy DAF kabinos. Eddig is ott volt egyébként, csak mondom, tehát hogy... Ja. Igen. Csak a chatot olvasom, bocsánat. Ja, tényleg sajnos ott van mindegyik. Viszont leállítom a motort, mert most itt mindenki izé. Az jó. Legalább akkor a másik tajgával menj már el oda a centerbe egy kicsit tankolni, megjavítani. Oké. Okay. Ott van egy picivel följebb. De hülye rakta le a vasat. És ha már úgyis össze egy fadarúval, akkor nem aggódom annyira. Viszont... Még egy facsipesszel. Igen. Bekapcsoltam a Night Vision-t.
ezt azt szeretném kérni a nézőktől, hogy kérlek írjátok már meg, hogy ez a Night Vision ez mennyire működik. Mennyire néz ki vacakul, mennyire néz ki jobban. Ugyanis megcsináltam azt, hogy ugye mindig fikáztok tök jogosan, most nem Haldan, nem neked, hanem inkább a Kumónak mondom, hogy, hogy milyen sötét a stream, amikor este van, meg éjszaka, milyenek, és egyébként tökre igazad van, tehát nincs semmi izé, csak az a baj, hogy én a monitoron itt tök jól látok mindent, és amikor viszont ez a cucc fölkerül YouTube-ra, akkor még sötétebb, úgyhogy megcsináltam azt, hogy a Steam Deck-re kikötöttem egy olyan gombot, amin, amivel egy olyan szűrőt kapcsolok be, amin nekem a játékfelvételre egy gamma emelés jön. Magyarul Night Vision. És akkor jaj, az éjszakai dolg. De nem viccelek, tényleg sokkal jobban látni minden. Kikapcsolom, tessék, tök szar minden, bekapcsolom, jó, tessék, de... tök jó minden. Hát ez még csak szőrfület se. Nem a monitorod, hanem maga a játékban egy gyors opciót kapcsol rá? Vagy nem, nem, vagy OBS, 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 OBS-be egy szűrőt tettem rá. Jó, hát nekem nincs OBS-em, szóval nekem aztán mondhatjátok, én mindig izé vagyok, Twitch stúdiós. Jó, hát nem baj, majd eljön az az időszak is nálkod. Felnőnek a gyerekek. Igazából azzá kell tegyem, hogy amióta én ezt használom, az ott kurva sokat fejlődött. Uh-huh. Ha eljutnak odáig, hogy magát az overlay-t ki lehetne menteni, akkor nem lenne minden egyes újratelepítéskor mondjuk egy ilyen 2,5 óra beállítani az összes skin. Mert amúgy meg én tök meg vagyok vele elégedve, alapvetően nincs semmi baj, és tudjátok, hogy én azért használom, mert ugye alapvetően a laptopról van valamennyi kontrollom, így a chatre, meg a képre, de ugye ez nem élő. Viszont ugye on screen meg látom a hangvisszajelzést, meg a chatet is élőbe, egyenesbe, és ez engem megnyugtat. Azt mondjuk, az nekem baromira hiányzik, mert így van, ugye nekünk oldalra ez... kell nézni. Igen, azért mondom, hogy a múltkorjában, amikor a Twitch stúdiónak ez az egy procedúra, ez egy előnye pont beszart, mert valamelyik update-tel sikerült gyakorlatilag a saját farkukba harapni, és egy ilyen vastag fekete csík jelent meg ebbe a on-screen izébe, tehát nem láttad tőle gyakorlatilag a játékot, mert kitakarta. Főleg ha bejött a chat, akkor gyakorlatilag a fél képernyőt nem láttad. Az állat. És igen, az úgy nagyon izgalmas volt, tehát le kellett vegyem róla, és nagyon nehéz volt nekem, például nagyon nehéz volt átszokni arra, hogy nem látom rögtön, mert hogyha nem is tudom rögtön felolvasni azt, hogy valami üzenet jött, tehát valaki írt a chatre, akkor is legalább látom, hogy jött. És mivel ugye nem láttam, ezért valami volt olyan, hogy kinéztem, és ott volt egy csomó olyan üzenet, amit eddig nem láttam, mert ugye nem jutott el az agyamig, hogy közben attól még a chat az pörög. Szóval engem borzasztóan zavar. Úgyhogy én szeretem ezt így használni. Miért nem válaszolsz, Dani? Mire? Hát nem azt mondom, hogy a chatot nem láttad, tudod. Ja, hogy úgy, igen. Igen. Hát nem volt annyira jó megoldás. Na, Tom, az a helyzet, hogy halvány segéd gőzöm nincsen. Segéd gőzöm nincsen, mert ilyen sötét a képen. De hát valószínűleg az alapgamma beállításom nem olyan übertápolt, ugye? Ez az egyik. De amúgy nem tudom. Tehát az a helyzet, az a baj, hogy az én monitorom, az egyébként egy AOC, nem egy ilyen nagyon pimpelt gaming monitor, azon én tökéletesen látok, minden tök jól. De hogyha kinézek oldalra már ide az OBS-ba, amit ugye ti is láttok, nem, tehát egyszerűen így nem jó. Na visszaadom a többieket is. Úgy, nem azt mondtam, csak... Ja, fa szedő, igen. Igen. Leesett. Jó, semmi baj. Elnézést. Elnézést kívánom. Jaj. Az én nevembe is. Mindenki nevében. Is. Ez ennek a műsornak igazából most te vagy a házigazdája. Á, így van. Úgyhogy te kérsz elnézést. Igen, úgyhogy te neked kell nézést kérni. Jaj. Jaj, imádom megint akciós minden szara izé Steamen. Igen? Például? Hát te kívánságlistáról tudod, non-stop szarja, hogy mi akciós. De egyébként ezt a marketinget, ezt egyébként aki kitalálta, az kurva okos gyerek volt. Melyikre gondolsz? Hát ezt a Steamen, meg Epicen, meg az összes olyan felületen, ahol tudsz ugye ilyen kívánságlistát összehozni, mert ugye így folyamatosan az arcodba tolja, hogy figyelj, akciós, na, mit szólsz hozzá? Na, és neked akkor is kell, aha. És igen, hallott? És ez jó az egészben, igen, és te már egyszer ezt lekövetted, meg bekívántad, na, akkor most itt van a wishlist. Igen, és ugye ilyenkor az arcodba tolja, és akkor így megy az új harabdálás, tudod, hogy na, akkor most eléggé akciós, most érdemes megvenni, és nagy keciség, mert amúgy meg... Mert amúgy meg igen.
nem feltétlenül van rá szükséged, de azért ilyenkor azért csak passza az agyad, hogy de most olcsóbb. Nem kell, de olcsóbb. Nem kell, de olcsóbb. Hát nekem ezért van 840 játék Steamen. Hát, nekünk is valahogy úgy talán. Uh-huh. Á, nem jó. Az a legjobb az egészben, hogy egy ilyen két havi fizu van így beletolva a Steam fiókomba, de semmit nem vettem még teli áron. Az Expedition-t kivéve, azt teli áron vettem. Azt gerincesen bevallom, hogy azt pre-order volt. Még egyszer mondd, mert én lemaradtam, mert itt közben darúzok. Mondom, az Expedition-ön kívül semmit nem vettem még pre-orderbe, meg teli áron. Az összes többi az mind izé volt. Az mind bagóér volt, mindig leakciózva. De hát te streamelsz, neked azt nem ajándékba adják. Igen. Ezeket a játékokat, hát hogy... Hát nem tudom, akkor rosszul streamerek. Fizetsz azért, hogy játsszál vele. Jézusom. Én azért szoktam egyébként fizetni. Jó, most már tudom, hogy mire gondoltok. Igen, az általánosítás, ez így van, de amúgy én amúgy is úgy szoktam ezzel lenni, hogy ha lehet, akkor minden játék, amivel játszok, azért inkább fizetek, mert akkor legalább lehet róla egy őszinte véleményem. Igen. Mert most miért ha nem fizetsz érte, akkor? Hát ha nem fizetek érte, hanem mondjuk tényleg a fejlesztőktől kunyizok egy kulcsot, akkor azért úgy nem tudom, akkor azért úgy nem lenne feltétlenül pofám annyira lehúzni. Igen, tehát akkor van benne egy ilyen izé, hogy azért olyan őszinte nem lesz a véleményem, mert azért csak, főleg hogyha mondjuk ők keresnek meg, volt már ugye egy ilyen, valami ilyen fantázi izés, RPG-s faszom játék, ha megkerestek. Mi volt az, Manó, mondjad a Good Time, vagy mi volt az? És na, volt egy ilyen játék, megkerestek vele, vagy Big Time, vagy nem tudom, és tudod, az volt a baj, hogy így, én nem tudtam, hogy is hívják úgy hozzáállni ehhez a cucchoz, hogy ez nekem be kell mutatni, mert se nem illett a repertoáromba, se nem hittném, hogy a közönségnek ugye alapvetően tetsze lesz, valahogy innentől kezdve ugye hiába ajánlanak érte zseppész, nem beszélve. Hasznek! Mi van srácok, nem megy ez what nektek. What is it? Oké, okay, hát semmi. Valami baj volt, ha jól hallottam. Semmi, tökéletes minden. Mi baj? Jó. Nah, itt, hogy ne hülyeskedj meg. Itt valaki rossz helyre parkolt ezzel a nívával, úgyhogy miatta itt szopok át az év kilométerkövökön. Hát akkor állj vele arrébb, mert hogy átszállhatsz. Persze, igen. Majd szálljak ki, aztán én álljak vele odé. Reggel lett. Bocsi, igen. Várjál, Lati, jövök. Ja, jössz, oké. Már fölpakoltam másodszorra is. Jó, én meg itt kibekapcsolgatom a Night Vision-t, hogy mindenki lásson. Kibekapcsolgatom a Night Vision. Egyébként ez érdekes, mert én soha látok. Én soha nem néztem még vissza különösebben úgy a streameket, hogy ne lett volna élvezhető. A múltkor kaptam egy nagyon pozitív hozzászólást, ez egyik sort alatt. Ezt ne kérdezzétek, hogy jó lenne, ha 720p fölé tudnám tekerni a felbontást. Baszki! Én meg így mondtam, hogy mondom, hello, hát mondom, eleve nem 1080-ban streamelek, tehát, hogy eleve nem is úgy kellő rögzítésre a Twitch-en, hogy ugye meglegyen az a 1080, ergo nem csoda, hogy amikor ez át lesz ugye exportálva YouTube-ra, akkor ugye nem lesz meg ugye az a 1080-as határ, mert az ugye még bootít rajta. Nem borultál. Te itt fekszem oldalt, és tudod mi a poén? Hogy konkrétan nincs pontom, de itt állok egy villanyoszlop mellett. Ok, az egy dolog, az nem érdekes, de azt magyarázd el nekem, hogy nem, mert a túloldalra betok vincseni, de az nem annyira izgat jelenleg, hanem hogy itt a mellettem ez a villanyoszlop, ami mellette most fogsz elmenni. Igen, és abban nem lehet? Nem tudok belevincselni, érted? Van olyan villanyoszlop, ami ez nem engedi, nem? Nem igen. Tudom, az lehet, hogy az nem tudom, még éles, nem tudom. Meg van már nyitva itt a kút? Állj! Oh, beléd vincselek. Na működik, okay. Ugye itt a Institúton? Igen. Húzzad? Igen. Jó. Igen. Biztos, ami 100, akkor azért meglökjük. Húzzad. És azáltal azt hiszem, hogy itt olcsó is. Ja, azt érdekli, hogy olcsóbb, az meg itt ingyen van. Ez egy másik mód, tudod? Igen. Most két vadállat zél fog veled szembe jönni, úgyhogy óvatosan. Árokba húzottam inkább. Én már nem találtam a dudogombot, úgyhogy nem dudáltam, bocsánat. Én sem tudom melyik lesz. Nyomtam okay. A hát. Nekem L3 éppen, úgyhogy a... Ez azért poén, mert amikor a Matatánnal játszottam, nekem a G volt a kocsiból való kiszállás, és mindig, amikor SnowRunner után beléptem, így százaknál kiugrottam a kocsit. Úgyhogy az egy kellemetlen pillanat volt általában, mire megszoktam újra.
Egyébként ezt... Ezt a fát honnan hoztátok? Lentről, Lumbermillből. Délről. Ja. Ja, igen, ja, délről. Igen, igen, már vágom, már emlékszem. Ja. És majd még lesz még egy körünk. De jó. Úgyhogy majd akkor viszont majd Danival mennék egy kört. Mit jó, és egy másik autóval, mert ez a Taiga ez erre teljesen alkalmatlan szerintem. Micsoda? Ez. Micsoda? A Taiga, ami éppen megyek, igen. Jó van, most itt a, nem kell itt az én hisztizni. Tehát nem Mastodonra gondolok, hanem egy másik normális orosz jármű, ami mondjuk ez... nem ilyen rohadt keskeny. Csak ne legyen ilyen külpontos, érted, amikor szállítjuk be a fát. Mert ugye ez magasra kommentet. Mióta keskeny a izé? Ez szerintem is... Tehát Tom, félrejtésenség, szerintem is tök jó a Taiga, csak szerintem erre a fa, erre a medium long transportra nem igazán a legjobb választás. Én, hogy őszinte legyek, nem tudom, mediumot mindig utánfutón horciváltam, csak nagyon-nagyon sokáig, mert én azt általában mindig az azonval húztam, mert azon volt a daru, és akkor úgy mentem, hogy azt a fel tudtam pakolni. Hát igen. Na. De most komolyan... Te most komolyan belém spawnoltál és okoztál nekem 3 damage-et. Mi? Belém nem tudom, mert nálam ment az intro, hogy nem láttam. Ja, az jó, mert én meg az, hogy megjelentél, lilába vagy zöldök, és így ugrott egyet a kocsim, és 3 motor damage-t, és így, mi? Hogy mi? Bocsi. Te, viszont a térképen látok ilyen zöld színű négyzeted. Ez mi a tök? Igen. Farm. Az átugol a térképeken. Na, azon ne lepődjetek meg, hogy olyan térképen is fogtok látni ilyen zöld négyzetet, amelyiken igazából nincs olyan terület, ahol konkrétan szántani kell. Igen. Az átugolt nekem is. Nagyon fura. Először, Dani, először azt hittem, hogy átugol, és nem értem, hogy ez milyen sportteljesítmény lesz, hogy átugol a térképen egy form. Tehát... Hát, na, figyelj ide, vannak még csodák. És egyébként itt van egy Nem. Közben válaszolok a chatre. Hunor, Attila meg én is, azt hiszem, Attik, te 4K monitoron játszol? Nem. Az a kérdés, hogy milyen monitoron játszunk? Én 1440p-ben játszok, 21.9-ben. Ez meg... Ja, ultra szélesben. Én egy 24 colos 1050p-s, 1680x1050p-s monitoron is. Ami valami 8-9 éves. Köszi. Mit csináljak? Légy szíves, a pop, picit tolja hátra, ha tolás a kény is hátra, mert én... Nem tudok, várjál! Nem biztos, hogy akarom tudni, mi történik, de itt jövök utánatok. Hú, hallod. Aha, ott látni titeket. De várjátok, miért nem az úton mentek? Mert az szarab. Még ennél is szarab. És nincs winch pont az út mellett egyébként. És mint említettem, az, a Taiga az egy picikét keskeny az, hogy medium logot szállítsa vele. Még ne menj el. Ne menj el. Ne menj el ilyen korán, még várjál. Borul. Én meg sem mozdulok tisztelet. De csak meg! Fele borulj, ne! Kemek. Jó, semmi, meg lesz, oké. Akasz belém. Nem, ennyi ember előtt, nem. Nagyon átmegyünk csak ventilátorba. Jó, oké. Megindult. Menjél, mehetsz. Most már jöhetek? Mehetsz, menjél. Jézus. Menjünk vissza az útra, hallod. Mi hopp. Vagy? Hopp. Menjünk vissza az útra. Kár, hogy a vignette meg a fókuszpont elment. Én itt röpködök fölöttetek kameramódba, azt nézem a mutatványt. De most... Kár, hogy a fotómód az nem olyan, hogy így akármeddig el tudsz távolodni a járműtől, mert amúgy... Hát egyébként igen. Az nagyon nagy hiány. Lenne. Pedig ez... az a kérdés, Attila, hogy jól kezeli az ultra szélest? Nagyon jól kezeli. Amit láttok streamben, az 16.9-es. Vicces lenne a drón mód, amúgy tényleg? Tehát amit láttok, nekem az 16.9-es képarányban van kint a GUI, de én amúgy 24.9-ben játszom, tehát nekem még balra, meg jobbra, én nekem még van hasznos képtartalom. Azt be lehet állítani úgy, hogy amúgy a kép az akkor is 16.9 legyen, hogyha te többet látsz belőle? Alapból ilyen. Azt nézd a stream képet. Alapból ilyen. Konkrétan alapból ilyen a streamer beállítása. Azt nem tudom, hogy az mondjuk hogy kezelné a Twitch Studio, mert én fostam ilyen széles monitort venni. Pedig amúgy nézegettem, vannak jó áron ilyen mindenféle ilyen kínai gamer cuccok, de... Álljatok meg, mert nem tudom, ezt a hidat építeni fogja-e. Oké. Megálltatok? Meg. Akkor nézzük.
És köszi, most egy videó, igen. Lehet, hogy fekve ébredünk, nem érdekes, van egy így. De hát mondtad, hogy most mondtam, hogy álljál meg. Most mondtam. Én megálltam, mondtam, csak hogy... az autó nem akart megállni, tudod? Ja. Van tehát, hogy ő ezt nem akarta. Rajta a fék. Ja, én tudom. Igen, hát az, hogy nem működik, az majd a főnök, hát majd elvered rajta. Selejtes árut adtam, selejtes izét. Megfordulok, jó? Mert... Én csak le akarom tenni most egy nyomoroncot. Mármint ezt a fát. Most melyik küldetést csináljátok? Ezt a log bridge-eket? Aha, log bridge. Na akkor már csak még két logot kell hozni. Nem szóval happy. Lúdő crossing. Figyelj, cseréltek? Tükörcsön? Tani van? Persze. Én nekem mindegy. Hova szálljak? Ne röpködjek még. Várjak, át kell menjek egy másik térképre, mert... Nem, ugyanezen vagy. Vagy leszel. Igen, csak nincs másik jármű, nem tudunk átülni egymást. Ja, hát igen, az igaz. Ugye a rutin meg az évek? Pedig én egyedül játszok. Lehet, hogy egyébként tényleg a másik térkép felől kell majd megközelíteni, mert ezek nem, tényleg nem túl billegősek. Illetve mik? Nem, pont hogy túl billegősek. Ezek baromira billegősek, vagy esetleg nem tajgával kéne jönni, hanem másik járművel. Vagy esetleg egyébként... Vagy egyébként tényleg azt csinálni, hogy fogod magad, és egy izével, és egy médium logos trailerrel, és egy járművel. De amúgy akkor ma azért médium logot, azt simán lehet fölvenni a... Mi az istenen is, a Heartlands-en is, és akkor csak simán át kell lenni a cross, vagy a, hol van ehhez az átjáró? Ott fönt a Harvest Port, mert szerintem a... Azt is meg lehetne próbálni. Vagy a Heartlands-ből hozni. De az, hogy a Flooded Crossing az nincs még meg, az még egy hídon meg kellene építeni. Hát ahhoz kell a médiumnak. Ahhoz kell a fa, igen, arról beszélek. És a következő... Csak lehetne a Heartlands-ről is menni, mert igen. A Heartlands-en a vasút igen. Mellett igen. Van egy izé. Na várj, ezt megnézem gyorsan. Tehát a Heartlands... A vasút igen. Mellett van egy lumber mill. Igen. És annyi, hogy itt igen. Ugye egy normális átjutási pont van, ami mondjuk pont szopacs tud lenni. De nem, szerintem a tát lehetne vinni, mert amúgy meg utána már tök jó az út, és közelebb van. Meggyőztél. Igen. Mivel menjünk, Dani? Nekem teljesen mindegy, én most épp a garázsban vagyok, úgyhogy... Akkor tudsz választani járművet. És una pregunta, én akkor mivel menjek viszont, meg hogy miért? Várj. Meg hogy mit? Igen. Jó. Mondj egy küldit. Ati. Várj egy kicsit most én. Már. Te vagy az Ati. Igen. Én. Te csináld meg kérlek az Exhibit A-t az Institute-on. Egyszerű tili-toli feladat. Institute? Így van. Exhibit A. Így van. Lebukolt annó ez az izé. Na, Dani, milyen autót szeretném? Nekem teljesen mindegy, nekem jó a Taiga, hogyha gondolod, mehetünk azzal tovább. Voron... Menjünk azzal? Mivel? Azokkal, amikkel eddig mentünk? Tehát figyelj, ha neked jó, akkor nekem aztán még inkább. Tehát nekem jó, simán. Tökéletes. Akkor viszont jó. Hol a másik? Aztán Átlet dobva az ére? Azt ugye nem sértődtök meg, hogyha én azt csinálom, hogy fogom magam, és itt van egy javító Zix, és én azzal bontatom el ezt a szutykot innen. Milyen szutykot? Ez... Persze, hát az azért van ott. Ja, oké. Okay. Nem tudtam. Na. Nem volt tudom. Na, akkor figyelj, Heartlands-be. Most mondom, Heartlands-be van egy Taiga a garázs előtt, az a tiéd. Jó. Jó, akkor én az el is tudok indulni, gondolom. Várjál, jövök én is, egy fél pillanat. Step, Boron... Nincs oda, Tom, neked is 21.9-esek van. Na, szupi. Boron... Igen, van, ott megvan a tarjó. Azt viszont nem tudom, hogy be lehet-e állítani, hogy az üzemanyag kijelző és a sebességváltó kép szélén legyen. A legszélen, tehát magyarul nem 16.9-es képarányba, hanem a 21.9-es képarányba. Na, ezt én sem tudom, de őszinte leszek, én még nem is próbáltam. Nekem nem tudom, ez... hogy a GUI-n mennyit lehet állítani. Én annyira sem. Nem is para, nem? Egyáltalán nem tehát, para. Tehát, igazából az nem. Para, mert nem. Az, hogy ugye a, úgymond a holteret, tehát a perifériával többet látsz ugye oldalra, az egy igen. Dolog, de hogy igen. Egyébként... Ja, ott van, látom, oké. Okay. Na mondjuk onnan para lesz kihozni azt a sok szart. Dehogy is. Mond. Nem? Nem hiszem. Menj előre, akkor muti az utat. Nem olyan veszélyes az az szerintem. Most nem jelöltem ki, úgyhogy igazából most nem tudom pontosan, hogy merre fog menni, de nagyjából emlékszek rá, hogy hogyan. Akkor mondom. Jobbra.
Jó, van, menni fogok. A másik jobbra. Nem, azért nagyjából oda találok. Még megvan az ujjadba? Egyszer még, igen, azért egyszer megcsináltam, szóval... Valami rémlik. Ilyenkor még könnyen, mármint üresen, ilyenkor még könnyű itt szaladni. Majd hát igen, mert amikor... Akkor gázos. Akkor lesz a kemény. Na most még csak egy picit pattogunk, de majd akkor ott... Beszem. Ennek a kocsinak hogy annyira nem tesz jó, vagy nem tesz rosszat, hogyha le van súlyozva. Hát igen, csak magasan ugye, lesz a súlypont. Így van, igen, ezt akartam mondani, csak ugye azzal lesz a legnagyobb gond, hogy ugye a súlypontja fog szar helyre kerülni, nem pedig az, hogy amúgy a tengelynek a terhelése. Bizony. Ezt mondtam az előbb, hogy iszonyatosan külpontos lesz. És így borzalmasan rossz vele menni. Jó van, na hát most előveszem a hivatásos engedélyemet, azt meglátjuk, hogy sikerül-e vele, na. Én meg csak követlek és nézlek és tanulok, tudod? Jó van, hát a hülyeséget is meg lehet tanulni végül is. Ajaj. Látnád kislányomat. Az összes hülyeséget megtanulja az apjától. Ajaj. Nagyon helyes. Azért csináltad, hogy elroncsod, nem? Hát végül is. Juhuj, várj, hogy törzsek vannak. Fő törzs. Azaz. Én már nem voltam katona. Én sem. Én sem. Akkor jó volt, ezt megbeszéltük. Pedig te lehettél volna. Én azért nem lehettem, mert én egyetemre fölvettek, és akkor az egyetemre... Egyébként van egy sztori, nagyon jó. Engem úgy besoroztak volna. Nagyon állat volt, így megkaptam a izémet, mert én második körbe kerültem be a BMR-re, és így, hát... Úgyhogy elmentem a sorozóba, az Rinyi laktanyába, ugye ott kint a Székesfővárosunk szélén, tudod, nem jó? Temető mellett. Pontosan. Na, és lényeg az, hogy hát értem, most Rákos Polterre ki az osztja penkóig, azért az kemény ügy volt. Na, és a lényeg... Kitetett a karítónak. De csúnyák vagytok. Na, és a lényeg, hogy így, oda megyek, és akkor ott benn beültetnek minket egy terembe rengeteg padavannal, és így, tehát meg nem kérdezik, hogy egyébként nekem ott él helyem, egyébként én nem tudom, igen, tehát semmit nem kérdeznek, csak izé bejön, nem tudom, milyen nagyon-nagyon jó, sok csillagos konyak vállapos csávó, és elkezdem mondani, hogy na most akkor uraim, és mitek, egy ilyen feléréssel kezdünk, megnézzük, hogy magunkat hova kéne beosztani, és akkor jó, hát most nem éreztem úgy, hogy én nekem ott az életem tovább tartana, ha megszólalnék, igen. És akkor így megkapjuk így a tesztet. Jó van, elkezdem nézni a lapot, első kérdés. Folytassa az alábbi számsort. 1, 2, 3, 4, pont. Hát mondom, bemerem tippelni az 5-öt, vagy legyek ilyen out of the box arc, és beírjam azt, hogy 6. Hát mondom, jó, oké. És telefonos segítséget. Következő kérdés. Várj, következő kérdés. Folytassa az alábbi számsort. Figyelj. 1, 3, 5, 7. Fú, mondom, hallod, már kezdtem izzadni. Harmadik, mondom, 11. Harmadik kérdés. Hát érted, prímszám, pontosan prímszámmal kap, és arra zsondoltam, hogy mekkora tudom, hogy kértem, mondjuk Fibonacci sort valahova belevinni, és tök mindegy. Na, és így akkor harmadik kérdés. Folytassa az alábbi számsort. Az egész már elolvasni is alig bertem, figyelj. 2, 4, 6. Megjöttem. Jó? Oké. Okay. És akkor így... Jövök. Na ez így megvolt, és akkor így hát már itt tartottam, amikor a egyik hős föltette a kezét. És akkor így százados. Mi van? Tessék! És egy srác megszólal. Elnézést, nem tudok olvasni. És akkor, akkor éreztük úgy már, hogy akkor föl kell tenni az íre a pontot, és akkor elkezdtek jönni a kézerdők, hogy akkor ta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 t
elborult a mész és a vállapos csávonál, hogy mégis mit gondoltak, hogy ide jönnek és maguk föl lesznek jelentve meg, hogy nem jelezték ide meg, hogy nem. És akkor így mindenki ült értetlenül, hogy meg egy kula szót nem tudtunk szólni. Úgyhogy, és akkor mondta, hogy hát meg az eljárásról megkapják a levelet és hogy fejlentsék, és amíg takarudjanak innen. Úgyhogy az utóbbiban okay. maradtunk és mindenki elhúzott a francba. Nekem ez a katona sztorim, tudod. A honvédség nekem úgy ilyen a hozzáállása, ha mindenkit azt, tehát, hogy igen.
Ott a halasztás. Tehát, hogy ami szögletes, azt gurítjuk, ami kerek, azt cipeljük, tehát annyira nem hiányzik, hogy maradtam előle. Bár mondjuk hozzáteszem, valószínűleg nem lenne segígérő hosszú hajam, hogyha ha akkor engem ott, vagy ha engem mondjuk így megnyírnak. Még elért volna ez. Igen. Tehát én igazából hozzátok képest azért még így is egy hát jó 7 évvel biztos fiatalabb vagyok. Nem tudom. Hát nem olyan biztos ez. Én nem borotválkoztam, ma csak mondom, tehát, hogy nekem ez plusz 5 év. Én nem borotválkoztam 6 éve. Ez nem tudom, hogy függ össze. Nem a kinézetre gondoltam, hanem a anyakönyvi kivonatra. Én 96-os vagyok, tehát, hogy én nekem azért, nekem nagyon kimaradt. Tehát én itt hát akkor kimaradt, hallod. Azért mondom, hogy én nagyon messze voltam tőle, hogy ez nekem befigyeljen. Akkor igen. Mikor én vagy? Még egyszer? Nem mondja ki még egyszer, mert kivágom az. Igen, akkor még születtek emberek, ha ezt akartad kérdezni. Jézus. Hát olyanok, mint én legalábbis, tehát, hogy így... Na, akkor fogjuk most már rá. Mindent értek. Dani, találkoztam meg 2000 után születettekkel is, tudod? Ja, tudom, nekem van egy fúgom is. Tehát, hogy... Jesus! Hát akkor a te családod ezt így? Szikor? Én vagyok az első. Én vagyok az első szülött, tehát azért mondom, hogy... Jaj. Az igen. Na, megvan a küldi egyébként, hozzáteszem időközben. Igen, észrevettem, csak közben átjövök egy folyón. Egyébként kérdeztem, hogy adjak ki küldit. Adjál, csak most hittem ki az X-el. Szia Pista, szép estét, egy fél pillanat. Szép esteket, szép esteket. Már is adok egy jó küldetés neked. Na, én azt mondom, hogy a... Tell me! Melyik térképen vagy? Itt vagy velünk, ugye? Institute-ban vagyok éppen, Institute-ban vagyok, ha... Ott nincs már mellé küldi, ugye? Itt már muszáj leszek. Öko-action. Öko-action. Na, öko-action. Öko-action. Tök jó. Azt. Chemical barrels, jó. Már csak egy darus kocsi kell. Hát, az ott van. Mert ugye az ötös pótos azovokat nyugodtan használhatod. Mert azon van daru is, meg hely is. Várjál, Dani még megszökött. De ahogy is megvárlak itt a hídnál, ne aggódj. Jaj, itt kettes pótos azok úgy, hogy ez nem? Itt azért én is egy kicsit fosok, hogy lehet, hogy nem lesz egyszerű az átkelés. Micsoda, mi csak át kell menni egyenesen. Na egyébként az tök jó dolog amúgy, hogy ott vannak a darus azovok, csak hol? Mert hogy ezen a térképen nem az tuti. De ott van ötös pótos azov. Az ötös pótos azovokon mindegyiken van daru. De melyik térképen? Mert az Institute-on egy darab azov van, amin nincsen daru, és egy kettes izé van. Jó, fél pillanat. Sideboard. Meg kell néznem. És amúgy highway gumik. Jaj, na hagyd már. Milyen highway gumik? Egyébként hadd érzem meg diszkrétén, hogy Andor mutatott nekem fotókat a múlt hetiről, és tényleg rohadtul nem izének, Mattájának néznek ki, amik az... Aha, baromira nem úgy néznek ki. Aha, nem figyelj, tudom, az van, hogy közben ugye átjött Dani a Harvest Corp-ba, úgyhogy oda az azokba be tudsz csücsenni. Tehát akkor magyarul a Harvest Corp-ba menjek át, igen? Ott van egy azov, és akkor abban tudsz menni az institútba. Okay. Jó? Igen, és ezen tényleg lesz daru is még a végén. Azon van. Köszi Pisti, jól vagyunk, köszönjük szépen. Minden jó. Ha a borulás a vége. Fú, hallod, azért ennek a pótnak azért adtál. Nem tudom, hogy Dani, te voltál-e, vagy akkor volt. Minden tagadok. Ott se voltál. Nem is a te pótod, mi? Nem. Hát csak azt mondták, hogy ez itt van, használjam, hát. Ingyen volt, mondták. Azaz. Kipekkelted? Ott kiborult. Kicsoda, micsoda, hol? A Billy. Das Billy. Billy Jean. I believe. Ja, ja. I could fly. Jaj, ne. Megpróbálok följönni. Ez jó. Ja, most már... fokozott az egész jó. Igen? Igen. Egyébként én nagy rész izébe vittem low plusba, meg ilyenekbe. Meg nyilván össze-vissza tarzanoztam. Mondjad közben. Ennyit akartam mondani. Hogy tarzanoztál?
Össze-vissza tarzanoztam, igen, a vincsekkel, hogy ne boruljak meg folyamatosan. Ezért borultam, mert csak nem teljesen folyamatosan. Ha nem tarzanozok, sokkal folyamatosabban borultam volna meg hiddel. Szakaszosan borultál. Úgy bizony. Minden szakaszra egyet, szépen rosszul az úton végig. Új, professzionálisan. Ahogy kell. Kezdem érteni, hogy miért szedted le a pekket. Miért unpackeltél? Mondod ezt Daninak? Hát! Passz meg! Dani, gyere vissza! Segíts! Most akkor megnézzük, hogy hol vagy. Nem kell. De miért nem látlak én most? Én most téged miért nem látlak? Engem? Én tudjam. Gondoltam, bevágom a streamet picit, hogy az akcióból a néző, az én nézőim is részesülhessenek, de nem. Nein. Sajnos nem. Hova megyek egyáltalán? Te úristen! Hát hova mész? Akartam is kérdezni. Még messzebb nem volt egyébként, izé, Azov? Hát, öregem, mennyit válogat? De egyébként volt messzebb, ha ez érdekel. Örülök neki, hogy volt, mert szeretek világot látni, tudod. Ott van az a híd, amin átjöttünk, tudod, azzal az Azovval, arra emlékszel? Arra jövök, jó? Ne, arra ne! Véletlenül se! Miért ott van közelben, azt tudom, most mi a baj vele? Hát akkor mi lett? Egyébként megjegyzem, majdnem arra fogok menni. Ott az egyen fölötte lévő ilyen gázlón. Oké. Nem hallanak. Ki? Én most nem voltam némítva. Én is nézem. Magyarázok, csak véletlenül lenémítva maradt a izében. Manónak itt válaszoltam, aztán úgy maradt. Ki tudtad magad húzni? Ki? Hát. Ja, akkor mi a fasznak jöttem vissza a halálfaszáról? Mely jó fej vagy? Ja, igen, valószínűleg azért. Szerintem csak ezért. Amúgy normális esetben. Azért, mert le voltam némítva, és hiába csak kérdezgettem, hogy mi a fasz van. Csak is világlátás. Igen. Csak hát a világlátás miatt. Hogy nem hallottuk így. Telepátia. Semmi baj, ingyen van a gázolaj, azt hallottam, úgyhogy igen. Viszünk haza. Az pontosan. Meg ingyen sör van, és örök élet. Miért? Nyert a két farkú kutyapárt? Ja. Most még nem. Is. Pedig ezt a választási ígéretet én nagyon várnám. Én az időjárás reformot is bírtam. mindig 50 centi hó lesz, de csak a közutak mellett, tehát hogy soha nem rajta. Igen. Imádtam, kurva jó volt. Na meg itt van Balixon, hát szervusz. Egyébként nekem a nagyanyámék, azok általában telepatikus úton adták át az üzeneteket. Mi? Telepatikus úton. Amikor tele volt a patik, elmondták egymásnak. Édes Istenem! Miért kérdezek mindig? Ez jó. Még csak 11 óra volt, tudod? Még csak 11 óra van, és ez. Tényleg van 11 óra. Bizony, repül az idő. A sokkal hülye. Ez minden. Repül a tajta. Itt mindenki hülye? Itt mindenki. Mindenki. De az balfasz egyébként. Mi? Hát itt mindenki balfasz. Igen. Nem, de az űrgolyhók, ez az meg űrgolyhók. Ez igen. Meg a... Ez üvegtigris, meg a... Üvegtigris. Üvegtigris. Ja igen. Jó, jogos, igen. Ugye? Borult. Nem baj, én unpackeltem, mert itt szopó átjutni, aztán gondoltam inkább megkerülöm a bajt. Ja jó, csak én itt ilyenkor mindig kapok egy ilyen röpke szívromot, hogy úristen, már megint hol kell itt menteni. Azaz tűzbalfaszok. Igen. Ez itt pedig balfaszörnek, és az unoka testvére. Lehet, hogy nem jó útirányt választottam, de majd mindjárt meglátjuk. Megnézzük én, mit sikerül. Légy szíves, gyere át. Mentem én is ott fönt, de... Csak azt szeretném kérni, az institútba légy szíves, gyere át, hadd tankoljak. Jó, egy fél pillanat, csak én. Köszönjük szépen. Kritikus helyen vagyok. Elkezdjenek kihúzni, Dani? Nem kell, megindult. Az jó. Lóba elindult. Meg így, hogy nincs rajta súly, így talán sikerül kijutni. Jó. Közben megyek át institútba. Köszi. Jó, mennyi tankoljatok, csak nyugodtan. Köszi. Addig én innét kimászok. Diapa, persze, szép estét kívánok és neked. Szép estét, szép estét. Sűrű fésűvel. Azaz.
Most már tankolhatsz. De régen láttam. Köszi. Meg kéne nézzem neki is majd valamikor. Na, és akkor hol vagyunk most? Itt találtak. Egy darab szart se. Na, meg a végén, mikor állnak. Látom a tiéd ugyanolyan hosszú, mint az enyém. Látod, hogy mit csináltam? Nem uram, nem láttam, megint a babáival játszott. Neve? Morzsa. Zsebre Morzsa. Na, az egy kurva egy állatság. De annyira jól hozza ugye ezt a, annak a korszaknak az ilyen skifikonikat. Igen, ugye, igen, igen, igen. Meg nekem a jammelés tetszett nagyon egyébként. Igen. Jaj. Most hova megyünk? Ki a Flooded Crossing? Ó, hát itt is vagyunk már. Hát csak előre. Jajjaj! Mi az, hogy jajjaj? Hát repültem egy akkora hatalmas kurva nagyot, hogy öröm volt nézni. Szóval egymásra ne joinoljunk így. Igen. Ugyanez volt velem is, csak te sérültél? Nem sérültem, hál' Istennek, de az orrára állt az izé, és pont nem borult ki a fa. That's nice, az gyönyörű. Épp akartam én, hogy... Akkor erre figyelni kell. Közel volt, igen, közel volt, hogy beszkapjam. Mert eddig ilyen nem voltam. Épp mondani akartam, hogy sérülés nem a mentális hatásokra értettem. Emotional damage! Emotional damage! Azaz. Várja, mert valaki... Nem tudom, ugye megoldom. Ellöntös darrébb. Hopp, várj! Jó? Oké. Okay. Vigyázz, föl ne borulj! Nem terveztem. Hát én nekem ez az út, ez kalandosabb lett, mint ahogy gondoltam. Na. Nem borultam föl, csak... Nem borultam föl, csak egy darab jobbra kanyart, vagy balra kanyart elnéztem, és... Mondjuk úgy, hogy a Crossroads-ra. Igen. A hol túloldaláról üdvözletet küldök. A sötét oldalról? Igen. Megint, aha, igen, Tom is írja, hogy most már nála is bugos a spawnolás. Igen. Jöttem, mentem, hát. Jó játékot. Jó éjszakát, Balik, szóval. Ajaj, nekem miért az a küldet is van? Nekem szép is estét. Miért ne? Na, végre. Én leraktam. Oké. Okay. Annyira nem volt veszélyes ez a kocsi. Igazából ott, ahol gondoltam, hogy szopó lesz, ott nem volt szopó. Ott csak te dőltél meg egy kicsit a végén. De... És hol a híd? Ott lent, balra, mellette. Hol? Itt. Most épült ott meg? Itt, balra, itt. Ez, erre. Az a híd? Ide baszta be a fát. Elméletileg. Aha, itt van, igen, itt van a fa alatta. Látod, itt most már így át tudsz jönni. Hát nem, mit gondoltad, hogy megépíti ezt az egészet médiumból? Hát reméltem. De hogy is, itt van a híd, itt van mellette. Na jó van. Meg hát azt hittem, hogy már valami izé. Nem, itt be kell osztani ennyiből. Nem úgy működik a dolog. Na. Mit is mondtál, hogy akkor szeretnél farmolni, ugye? Minden vágyam volt, hogy ne. Inkább nem tudom. Nem is tudom, mit mondhatnék, hogy inkább megyek tüzet oltani vízzel, szántani, vetni. Figyelj, menjünk át Heartlands-be. Isten, mennyi feladat van itt még, jó. Bizony. Menjünk át Heartlands-be. Jó, kicsi a hely. Valahint ellopták, mint Romániába. Ja, nem, Institute. Hát, főnök, most már Institute-re. Főnök, jelen tudni, hogy akkor már erre vagyunk arca. Csak be kéne ülni valami olyasmit autóba, amire föl lehet pakolni egy-egy kabint. Én ezt a Phoenix-et elviszem. Sounds akkor. Good. Hát jó. De hol van a Phoenix-et? Az a baj, hogy az a küldetés neve, hogy Living Space. Uh-huh. Egy-egy ilyen kabint kéne elvinni. Uh-huh. Viszont akkor tudod, mit fogok én csinálni? Hát nagyjából. Gotcha. Jó fütyöt. Mert ez mi? Ez mit csinál ez? És arra vigyázni kell egyébként. Mire? Honnan veszünk? Ja, hogy itt vannak a kabinok. Én megnézem, igen, ezt a Phoenix-et, úgysem használtam még sose. Csak vigyázzál, Dani, arra, hogyha abba belülsz, akkor tátrányos helyzetű leszel. Tátrányos helyzetű leszek? Fasz meg. Miért? Jó, én meg akkor step bike-kal megyek. Step és nem ezen az úton. Azaz. Viszont tetsz, nekem nincsen darum, úgyhogy Dani majd rátszámítok. Ezen sincs, várja már. Bazzus. Számítani bazzus. Szabad? Itt nincsen garázs. Nincs. Merre vagytok?
Akkor várjál, van itt olyan Institutban. Kép egyáltalán, ami na van való? Én itt vagyok, én épp egy ilyen azokban megyek, és épp az Institute-ba. Ti hova mentek gyakorlatilag? A felső resupply helyhez. Nyugatra, a üzemanyagkúthoz. Ott van a két konténer, nem? Onnan igen, jöttem. De ott van egy nagy nagy Darus X. Az nem para, ja, igen, ott a masztoron, igen, ott a masztoron, amit... Ugye most milyen jó, hogy áthoztam? Ugye? Isten vagy, ugye, Ugye? Jó, akkor megyek. Majdnem megmondtam, hogy mit fogok vele csinálni, de most így live streamben nem. Megsimogatom a... Buksimat. Igen. A buksikál, te. Hocsot. És ugye milyen, hogy azon a hídon áthoztam, ami nem híd, ami nem folyó átjáró, ugye? Kicsit, a híd még áll. Kicsit vágtam csak szét a suspensionjét. Egyébként ez tök érdekes, hogy igazából amikor a X-nek hazavágom a suspensionjét, úgy igazából én nem éreztem nagy különbséget. Nem tudom, hogy... Hát megül azért az is, és egy kicsit pattog. A gumikat szét tudod vele utána baszni könnyen. Tehát ugyanúgy, mint bármelyik másiknál, maximum talán nem annyira gyakran, vagy nem tudom. Jó, még hozzáteszem, hogy én nekem igazából ez a... Nem sikerült beragadnom, jó. Szóval igazából ez a suspension hazavágás, ez nekem most a Wrangler Jeep-be volt nagy élmény. Mibe? És a P16-ba? Egy Wrangler Jeep-be. A P16-ba? Nem, a P16-ba durrantottam a gumit. Az nem ugyanaz. Az más élmény. Hát, is. Meg a tankot is. Meg a tankot is, meg mindent is, mert véletlen egy darab szalagkorlátra rámentem. Mert hogy ugye tudjuk, hogy... Ezek olyan szalagkorlátok. Ja, a betonkordóra gondolsz, az is jó, igen. Igen, ez megy. Ez megy, ez a gép nagyon. Megy. És ott majd a Dannál gyere el balra. Uh-huh. Meg a tököm, miért nem megyek körbe az aszfalton? Hát ne hülyéskedj már. Nem biztos, hogy jobb. Az buzis. Mármint, hogy miért nem? Hát, mert erre könnyebb átjönni. Itt könnyű átjönni, ahol én megyek. Mennyi akkor? Jó. Majd én visszafele jövök arra. Jó. És vittünk el az Hurt Lens-re mind a kettőt, nem? Félek. Konténert kell elvinnünk a gyárba? Vagy hogyan van ez? Nem tudom, ott valamit kell okoskodni. Ezek kargo konténerek, amikért most megyünk, nem? Ezek igen, ilyen kettes kis vackok. Igen, ezek, de nekünk kabin kell, tehát ezt le kell gyártatni. Nem, itt vannak a kabinok. Igen? Hát a kabin, ami kettes méretű, akkor mint egy special cargo. Igen? Igen. De mindjárt ott vagyok és megmutatom. Háááá, hogyha nem megyek. Ijjajjaj. Mit kaptam el kerékkel? De egyébként, ha már kis autóban kell őket vinni, igen. Közben írta a papesz. Hogy? Hova kell vinni? A gyárba kell majd vinni. Én mondom. Milyen stage complete? Mi történt? Én belementem ebbe az Eco Action-nek valamilyen nem tudom micsodájába. Jelent, hogy nekem most itt meg kéne keresni ezeket a chemical be... Jézus, rohadjatok meg! Mármint, hogy nem ti, hanem ezek akik itt össze-vissza elhaigálták ezt a három chemical barrelt, mert hogy nagyon nem ott van ám, ahol én. Tehát az nem úgy van, hogy te odamész és fölveszel három chemical barrelt, hanem odamész, akkor ott beszélsz egy csevvel, aki nem, hogy egyébként szétszórtuk a halálba az összesen chemical barrelt, úgyhogy megyek körbe és gyűjtögetek szépen, de jó lesz nekem. Én azt nem tudom, hogy miért tették be mostanában egyébként SnowRunnerbe is, hogy bizonyos küldetés csak akkor indul, hogyha eljutottál egy pontra. Ja, és imádom. És akkor onnan meg onnan indul valahova tök máshova. És de... azt hiszem itt is már megvan ez, hogy menj ide, és igen, akkor ott kapod meg a küldetést. És én van, hogy az egész pályát keresztül kell szelned oda-vissza kétszer, mert egyébként pont onnan jössz, ahova egyébként mondjuk menni kell a cuccért, de csak akkor spawnolja le, hogyha már ugye a stage, tehát a start pontra elmentél. Tehát igen. És néha ilyen fasznak érzem ezt a megoldást. Én pont azt akartam mondani, hogy ezek szerintem már rég le voltak spawnolva, és ha tudom, hogy azokat kell felszedni, föl is szedtem volna őket idefele jövet, arrafele jövök, aztán kész. Igen. A Sanjander be is szokott bugolni. Uh-huh. Az nagyon jó. Múltkor azért kellett újraindítani. Mert? Hát mert azokat a cuccokat, amit Imi vitt volna, azt a konténert, nem tette le. Fogadjunk, hogy nem szoptatok ezen a térképen akkorát, mint én. Hát nem biztos. Azért erre nem lennék mérget. Szerintem aztán múltkori streambe pillancs bele majd, mert... Hát jó, nem arra gondoltam, hogy saját magatoktól, hanem a bug miatt. De mert nekem konkrétan, de nem úgy, hogy kópos bug vagy valami ilyesmi, hanem konkrétan nekem az volt a baj, hogy én vittem két adag krumplit, azt hiszem, potyára a vasútállomásra.
és uh-huh. én azt úgy félre raktam ott, tudod, hogy így jó helyen lesz ott. Jó lesz, igen. Max kicsirázik, addig mire kell ezt. Igen, hogy majd fölrakom a vonatra, hogyha ki tudom nyitni azt a küldetést. És egy, nem az a krumpli kellett oda, amely meg volt adva, hogy melyik küldetésből származzon az a krumpli, ami oda kell. Ez volt az egyik hiba. A másik hiba meg az volt, hogy teljesen konkrétan pont oda kellett volna leszpónolnia egy másik küldetés elemének. És ezáltal így megfenek lettem, mert hogy így nem nagyon tudtam mit kezdeni magammal, mert nem spawnolt oda a konténer, és így hát mondom, ez kurva jó, és oda-vissza mentem vagy két kört, és utána meg restart, mondom, ez fasza. Brodét kellett raknom a krumplit. Úgyhogy azért mondom, hogy engem is mocskos pontos volt, és ráadásul tudod, mi volt a szép az egészbe, hogy így pont a végére, így viszont pont két krumplival kevesebb lett. Aha. És ezáltal ugye még egyszer be kellett szántani, meg aratni, így van, pluszba még egy kört. Úgyhogy imádtam nagyon. Egyébként megjegyzem, hogy azt láttátok, hogy mekkora maci sajtok vannak itt? Milyen maci sajtok? Mármint, hogy elsőséges kötelező tábla. Konkrétan kétszer olyan magas, mint egy rohadt Azov. Értem, hogy közelünk Csernobilhoz, de ennyire? Amíg nem világít este. Igen. Na, kapcsolok Night Vision-t. Most már azért kezd sötétedni. Akumó, te most itt vagy jól ezen a telepen? Vagy merre jársz? Igen, itt vagyok, itt daruzok. Ja, jó van. Akkor... Mert nem látszik, igen, hogy itt vagyok, vagy hogy... Nem, csak itt vagyok, ide állok, aztán akkor pakold rám is, vagy nem tudom. Persze, csak így hallod. Oh boy. Minden előismeretség nélkül, csak igen, így. Hát legalább egy vacsora lett volna, vagy valami ilyesmi. Hát, na, gyerünk, ne húzd az időt. Hát jó, a napa. Jó van, most az a baj, hogy... Nem tudnál a konténer alá jönni? Hát, de ha nagyon muszáj... Vicceltem. Szoktam. Akkor most mi? De azért mondom, hogy ezek csak sima konténerek, ezeket még le kell gyártani. Nem. Vagy igen? Hát a kabint kell leadni. Ezek csak sima konténerek. Ezekből még valahogy ezért kabinnak kell lennie. Igen? Aha. Jézusom, akkor még egy gyárt... Jézus! Azért mondom, hogy kabint kell leadni. Pálya, akkor nem, én most aktiválom a küldetést, ez melyik küldetés is egyébként? Neked van javítópontod azon a Verdán? Vagy bármelyiken? De ott van mellettünk azt... a javítóka, figyelj! Igen, de most nekem nincsen szerszámom, tehát hogy... Rajtam van javítópont. Ó, ja, hogy ha itt beletolhatok, akkor automatikusan megjavít? Igen. Uh-huh. Igen. Ó, na hát normál mód, hát tököm... Francsát ugye az ilyen super easy módok azok így, hogy csinálják ezt mi? Hát ez az. Ez ilyen lámák, nekem, mint mi. Nekem totál ilyen. Másképp volt az elkezdés. Tanik. És ezt hovagyászba kell amúgy vinni? Na, mondja uram. Heartlandsbe. Uh-huh. Mert miért kéne közel? Harvest Corp, Heartlands. Jó, teljesen jó, mehetünk. Aján, merre kell menni? Hát én föntről megyek, mert én szeretek aszfalton szágúrozni, és az a kocsi, ez kibaszottul elrakja magát keresztbe. Ja, egyébként azt láttátok? Ja, persze, hogy láttátok, én olvastam nálatok. Hogy másodikán jön a DLC, az Atomic. Jaja, igen. Jönnek a Heavy Duty gépek. Kíváncsi leszek, hogy azok milyenek lesznek. Ja, az Atom DLC, az jó lesz. Után, igen, hogy így a Mastodon után, hogy így lehet-e még megfejelni a dolgot, vagy nem? Tudom, hogy erre nem mennél, erre senki sem menne, de én azért elmegyek. Mentem én eleget arra, ne aggódj. Ez itt, figyelj, versenyzünk Danival egyet. Nem hatodikán? Nem, én szerintem másodikán. Másodika. Uh-huh. Én is másodikára emlékszem. Ups, ez izgés lesz. Jó. Én arra leszek kénységként, hogy ez az Atom, az mennyibe fog majd kerülni. Csak úgy azért, mert ugye hamarosan befejezem Michigant. Hát elég pici, úgyhogy biztosan nem lesz drága. És akkor utána pedig ugye irányát vagy Alaszkába, vagy Tajmirba, de nem tudom, hogy hova. Hát figyelj, szerintem inkább Tajmir. Inkább Alaszka. Tajmir, vagy mi? Inkább Alaszka. Inkább Tajmir, hogy meglegyen az Azov. Hát most... De miért Azovot nem kapsz, azt csak venni tudsz. Igen. Te teljesen fölösleges igazából. Alaszkát nem, meg mert az Azov... Alaszkát olyan szempontból, hogy jó az Azov, hogy ugye az a leggazdaságosabb jármű. Az lehet, de Alaszkát még úgy végig lehet szenvedni az alap kittel, és ott ki is tudod maxolni magadat. Igen. Na, mindegy, én sorba mentem, de hát a saját szád íze, tehát ahogy neked jól esik igazából, majd te érzed, hogy mire képes a
a flotta. Te meg a csapat. Hát figyelj, flotta, hát most... A fleet meg a western style, igen. Igen. Azaz. Hát én is azzal csináltam végig, és meg lehetett. Mondjuk helyenként nagyon hülye voltam, mert szopattam magam, tehát például a Derry Longhorn-t azt én kihúztam végig a folyón. Igen. Visszahúztam volna a lejtőn, tehát... Igen. Ismerős. Kifejezetten hülye megoldás volt, meg ott hátul ott azon a térképen, ott ahol a repülőtér van, ott nagyon-nagyon nagy cumi ott a fákat vinni. De nagyon igen. Nem tudod másfelé. Szóval, ja, nem a legkellemesebb utazás, de azt még meg lehet csinálni az alapjármű felszereléssel. Uh-huh. És akkor utána Tajmirba meg ugye már úgy tudsz menni, hogy maxos szinten vagy, uh-huh. És ott veszel mondjuk az ovot. Bezony. Mert nekem is egyben valami ez lenne a koncepció körülbelül. Én is először Alaszkára gondoltam, és én is Anno Dracula elhurcibáltam a Derry Longhorn-t a mágba. Jó. Sokkal szórakoztatóbb, mint kihúzni. Nem egy életbiztosítás, de amúgy meg lehet arra is csinálni, igen. Új, az a baj, olyan rég csináltam már, meg nem is emlékszem rá. Oly, mindenre emlékszek. Hát jó. Túl sok mindenre. Te mit csináltál? Én? Semmit. Átjöttem a folyón. Melyik folyón? Hát itt egy nagy folyó van. Amin én is most jövök át, csak a másik oldalán? Valahol ott, oh, igen. Jesus. Egész jól jössz, hallod-e? Padlógázom. Mondjuk ez a 6000 óra játék, az mondjuk lehet, hogy segítek. Nincs az segít aki, benne. Ja. Tehát akkor semmi. Nem is veszünk meg komolyan akkor ezzel 800 óra a hard módban, úgyhogy elnézést kérek, hogy nem vagyok olyan szapasztalat. Az semmiség hallott. De az a legjobb, hogy most ide átjövök, és mindig olyan kocsikkal közlekedek, amiket a büdös életben nem használtam, szóval amúgy ez mindig meglepetés. Én meg olyan időt használok, ami nem épült meg. Jó, az. Én az emelkedővel szívtam a Derryvel, és a végén a folyóban vittem. Akkor lehet nem is tudjuk annyira mellé. Én még mindig azon az én mentőakción gondolkodom, amikor a pugot kellett kiszedni a... Micsodát? A pugot, az Expeditions-be. Jó. Pugot? Az melyik az a pug? Az a mop, az a mops, tudod? Hát a Commodore. Az a magyar páncélozott jármű. Ja. Igen, három tengeri. Ja, hát out. Igen, az kemény volt. Az, hello, Balogh. Szerintem tudni nem jó helyen csináltuk. Hát, de sikerült, nem? Sikerült. Én eltöltöttem vele az a két órát. Ó, ugyan már belefér. Na szép, utolért azt rám csákjázott. Persze, hát most. Hátráltassuk egymást ott, ahol tudjuk, nem? Persze, csak én gyorsabb vagyok. Hát Dani, te is olyan gyorsan érted. Megelőztem. Én mondtam, hogy éjszaknak gyorsabb. Figyelj, ugyanott jött. Te hamarabb indultál, mint én. Csak én elakadtam egy a folyóval egy kicsit. Tényleg, Dani, a szombati játékra végig tudsz jönni? Nem, Manu, egyáltalán nem is leszek itthon sajnos. Na, hogy? Mert hát egyrészt lesz egy ilyen instant költözködés, tehát hogy Pestről lejönnek jönnek lefele a haverok, aztán föl kell vinni a lakásból néhány cuccot. Aztán utána meg instant ilyen kocsmatúra és szülinap, meg ilyen csapatépítő, meg ilyen minden lófaszt egybe sikerült hozni. Aztán, hát először mondtam a srácoknak, hogy nem fog tudni jönni, mert más program van, és akkor ment a nagy sírás, hogy de hát, hogy úristen, hát ennyien ritkán, meg hogy úristen, pont ráérünk, meg... Azt akkor jól van, mondom, akkor megint a játék szívja meg. Nem tudok menni, Manu. Fake down. Miért nem mész? Megyek. Miért nem mész? Akkor miért te csákjászol meg engem, hogyha én nem megyek? Na, szia, Murphy, jó estéket. Semmi trükk nincsen, most egy akumóval megyek Glades-ben éppen. Úgyhogy éppen ezért most az off. Ilyen jó hangja van annak a Főnixnek, ennek ilyen kis, hát, foscsi. Főnix elvtárs. Na menj át főnök, aztán tényleg. Hogyha elálltál a spawnból, akkor... Menjél, nyugodtan, menjél, én voltam átus. Menjél, mert úgyis nem lehet így, nem lehet egyszerre átmenni. Uh-huh. Oké. Okay. Én itt el vagyok. Jó, csak én tudod, az átvezető intrót is szoktam hagyni, mert mégiscsak szép. Én is. Ja, én is. Nem, Murphy, ez nem az enyém. Bizony, itt igazából ez akkumuljáték menete nem a sajátom, úgyhogy itt nem hozok saját gépet, itt mind az övé. Meg ugye hozzáteszük, ez nem hard mode, hanem ez egy normálos. Aha, itt van a production zone. Aha, okay, jaj, látom, akkor venni.
Mehetek? Honnan megyünk át? Jöhet. Honnan megyünk át? Hát oda föntre, nem? Hát itt végig az aszfalton. Hát az aszfalton, jaj, és akkor ott van a gyár. Jó, ez van. Meg igen, aszfalt. Igen. Ez meg az. Úgy. És mit faltak? Na akkor mutatom az utat. El ne tévedj itt az egyenesbe. Ja, jó. Pedig ott a legkönnyebb. Hozzáteszem. Hadd adjak át egy üzenetet. Igen? Egyik nézőm üzeni, hogy az Azovról is le lehet szedni a hátsó sárvédőt, és akkor kevésbé akad bele mindenbe. Hát, új! Aha. Tehát azonban ez a hátsó sárvédő. Ennek annyi a háttere, hogy mi ugye Murphyvel játszottunk már együtt hard módban, meg szokta nézni a hard hétfőimet, és ő mondta múltkor, hogy hát ugye igazán mindenről le lehet majdnem szedni a hátsó sárvédőt, Fleet Star, Western Star, meg ezek, és tényleg jobban mész fel, hogyha nincs rajta a hátsó sárvédő. Hát nem olyan szép, mert tökre igazad van, de azért azt szerintem üti, hogyha nem akad el mindenhol. Meg ha gumifák ezen nem tudnak beleakadni, meg ilyenek. Én nem tudom, hogy vagy vele, én nem is figyeltem, hogy le lehet venni, és most agyonvertek se tudom megmondani, hogy egyébként volt-e rajta, amikor én azokat még használtam. Figyelj, alapból volt, Dani, mindenképpen volt alapból szerintem. Akkor valószínűleg úgy, nekem volt, is igen. Volt rajta. Mert... Hát csak ez egy olyan dolog, tudod, hogy amikor mész egy-két ilyen majálisos terepen, akkor ott azért nem mindegy, hogy fönnakadsz-e vagy nem. Amikor Michiganbe a izét át kell Mész vinni bolthoz. Az erdőn a fúrótornyot. Ugye ott alapvetően úgy találták ki, hogy a folyón kéne átvinni a kövekem. Igen. Én át az erdőn. Ráadásul azon a kis csapáson, ami a folyó szélén megy, azon a szírtem. Igen. Jézusom. Igen. Ráadásul a P16-tal. Uh-huh. Azt a szenvedést azt nem akarjátok látni, dokumentálva van, szóval vissza lehet nézni, de nem érdemes. Tehát, hogy szerintem három óráig üvöltözök körülbelül, ott a fákkal. Jaj. De átjutott, tehát, hogy így vagy úgy, de kijutott, hogy rahadjon meg. Hú, azzal nagyon megszenvedtem. És hozzáteszem, én a fát is egyébként körbevittem, tehát én semmivel nem mentem át azon a sziklán, mert nem tudtam, hogy ott van. A folyón. Így van, a folyón ott az izébe, így van. Úgyhogy én ott egy kicsit megszivattam magam, de sikerült. Hát jó, de ott a benzinkút tudsz tankolni. De az pénzbe kerül. Egyébként valóban. Azon a nincs. Egyébként ott valóban nincsen. Utána átmész Drummondra onnan, illetve ott nem. Lesz. Igen. Igen, és ott csak közel van. Ez arról a térképről beszélek. Bizony. Hát onnan át kell menni, még Drummondba, hogy te tankolni tudjál. Hoppa, nem. Meg egyébként... Ja. Várjál. Nem. Van a gátnál is. A gátnál fönt a Black River-es átjárónál van. Igen, ott is van egy. Igen. A izébe is, a Drummondon is van egy. Igen, ott azon a hülye helyen, és ráadásul jó drága. Nektek ez mindegy. Igen. és ja, az izén meg nincs az utolsón. Cserébe ott van egy csomó üzemanyag szétszóra. Igen. Most épp ott vagyok egyébként, hogy összekapkodtam Islandlake-ről az üzemanyagokat, és betettem az egyik óriás tankerbe, és most szépen leparkoltam izén Smithfieldbe. Mobil. Mert onnan kell ugye mindig össze-vissza szana szétvinni az egész sztorit. Na, és majd jövök hétfőn amúgy. Mikor még az első évben, amit hogy mikor még a játék megjelenése előtt. Na, mielőtt még a hard mód megjelent volna, ugye egy évig normál mód volt, és én is normál módban játszogattam. És konkrétan emlékszem rá, hogy én is mindig azt csináltam, tudod, vettem egy utánfutót, megtankoltam és eladtam. Persze. Tök abba voltam, tudod, hogy jó van, akkor majd, ha kell üzemanyag, akkor majd veszek egy utánfutót, hát lófasz. Aha. De először a hard módot veszel? Igen, először a hard módot is ilyen tesztnek még az előtt kipróbáltam egy nagyon rövid karikára, mielőtt egyébként streamelni elkezdtem volna. Hát az első kanyarnál be is szoptam, tudod, hogy jó, gyorsan veszek egy izét, egy ilyen tartályt, puff, üres, azt a kurva, akkor eladom, puff, nem lehet eladni, jó, akkor csődbe mentem. Igen. Eddig tartott az első hard karrierem. Igen. Úgyhogy ott instant restart volt. Na most itt ez nagy kérdés lesz. Hogy mit? No energy válja, akkor viszont átülünk itt. Be kell indítani a generátort. Igen, azon vagyok. Te egyébként ennek a tátrának fordul a hátsó tengely is, mert olyan kanyarokat. A Phoenix az igen. Phoenix az nagyon állat ilyen szinten. Elméletleg az Atom is ilyen lesz, az új azó. Láttam róla a képet. Oh, az that's is ilyen, nice. Izgi lesz. Aha. Hát ide még kezik el? Micsoda?
Hát kell egy consumables, legalább. Két consumables kell. Kettő, és az hol lesz fölvéve? Hát, meg lesz az. Hát, az még nem lett fölvéve. Azt még el kell hozni. De az nem kérdezik, honnan? Hát azt nézem, hogy most Crossroads-ról... nincs. Igen, itt a Railway Station-on nincs. Crossroads-on meg csak a vasúton van, mi? Mindjárt nézem. Hát... Igen, ott a generátornál. Úgy ez meg. Akkor viszont az lenne, hogy átmegyünk institútba. Várjál? Úgy ez meg, ahol Attila van. De várjátok meg egy picikét, átment nektek most. Mi kell és honnan kell, mert én most... Crossroads-ba? Consumables kell. Crossroads-ba? Mert én oda megyek, ahova... Nem Crossroads-ba kell, hanem ide Heartlands-be. Azt a büdös... bocsánat, de... Crossroads-on keresztül kell eljutni Heartlands-be, ugye? Hát Crossroads-ból Heartlands-be és meg az Institute-ba is el lehet jutni. Igen, azt nézem, hogy innen az Institute-ból hogy a töcsbe lehet eljutni a izéig, a Heartlands-ig. Oké, figyeljetek, hozok Consumables-t. Jó, mert én pont arra megyek konkrétan, ott fogok megállni, ahol van Consumables, úgyhogy hagyjátok azt a küldi, csak mondjátok, hogy mi az, én ezt majd befejezem. És kell nekünk két kabin. Még azt is tudok hozni egyébként. Az is onnan van a warehouse-ból, vagy az onnan nem? Hozni. Akkor nem, amiből kraftolni kell. És ahhoz milyen alapanyag kell. Mert én ott fogok megállni egy ötös póttal a warehouse-nál, tehát hogy nekem némi kapacitásom lesz. Scoop. Hát jó, csak mire avval ide átérsz, az azonval. De egyébként tényleg nem is kellett volna ezeket legyártani. Hogy érted? Mert? El tudtuk volna hozni az első térképről. Ott van kabin? Hát csak három helyen. Hol? Hát van itt kabin a izébe, a warehouse-ba, jó, a vasúton, meg a General Store-ba. Ott nincsen kabin. Hát nekem így azt írja, hogy van. Hát be van buggolva izé, ja, megint. Ja igen, az annyira aranyos. Az a baj, hogy az nem úgy van. Várjál, itt hol van consumables esetleg? Itt cement van. Aha. Az első térképen olyan bugok vannak, hogy csak így néztem, hogy mi a fene van, hogy ott mi nincsen, jó, semmi látom, nincsen. Figyelj, teljes mértékig. Akkor én elindulok vissza, jó? Consumables-ért. És akkor mit csinálja? De mondom, én tudok hozni consumables, mert ott vagyok. Jó. Tehát ott fogom lerakni ezt a chemical barrel dolgot, tehát ott a szorosleges vagyokhoz, persze. És akkor mi meg addig azt csináljuk, hogy... Hát figyelj! Várj egy kicsit. Figyelj, Dani. Átmegyünk institútba. Jó. Várjál, megnézz, várj egy kicsit, fél pillanat. Nem, az a baj, hogy át kell vinnünk ezt a két teherautót, amivel most vagyunk. Igen. Mindenféleképpen. Institútba vissza? Igen, várjál, mert kell ott cement, vagy consumables is kell, meg melyik, kell... Várj egy kicsit. Meg kell brick is. Waste not, want not. Jó, ahhoz is consumables kell egyébként. Jó. Csak azt nézem, hogy a bricket azt honnan lehet összehozni. Institútból azt is. De nem. Heartlands. Nem, azt a műzé lesz. Ott sincs. Crossroads-on van az is. Basszus. Jó. Hát igen, ez is tipikusan egyébként olyan ez a térkép, mint North Carolina. Hogy így térképeken keresztül viszel indokolatlanul dolgokat. Jó, akkor viszont... Csináljuk azt, hogy itt nincsen valami ötös pótos vadállatság. Nem, nincs. Egy, hát neked belefér. Hát na jó, azért na. Minden küldetéshez 0 kilométeres kocsit kell venni. Recovery, és akkor ezt innen elteszem, átmegyek Crossroads-ba. Yes. Kiteszek neked egy izét. Nem, nincsen Institute-ba a Prix. SX-et. Lehet, hogy valaha volt, csak aztán már kitudtam. Uh-huh. Jó, ebbe be tudsz ülni, a step bike-ba. Jó, most azt hoztad? Crossroads-ba tettem le neked.
Láttam, megvan. És akkor menjek izéért. Téglájra. Consumablesért létszik. De én most megyek consumablesért a... De azon felül kell még. Hány darab consumables kell és hova? És tök máshova. Tök máshova hittem. Oké. Okay. A kabin gyártáshoz kell, nem? Vagy nem a kabin gyártás. Ez most egy másik küldetés. Előbb nekem meg el kell odaérni, hallod? A igen, igen, Tom, a consumables van az institúton. Várja, ilyen step van az izébe is, nem a... Nagyszerű. Az Expedition-ben, nem? Lehet. Na figyelj, Dani, akkor te menjél, légy szíves a... Te hova mész? Hát az aszfaltra. Hova? Jó, akkor én elmegyek a brickért. Elmegyek brickért. Ugyanott van mind a kettő, nem? A brick is, meg a consumables is, nem? Nem. Nem. Hát. Heartlands-ben, te nem Heartlands-ben, de te rossz felé mész. Miért megyek rossz felé? Hát hova mész? Kozmőkkel, nem? Istenem. Igen, a Crossroads-ra. A Crossroads-ra, igen, de hát valahol föl kell vegyem. Hát Crossroads-ba. Hát igen, itt vagyok, a Crossroads-on. Vagy ne, a hülyesége hár... Várjál, most már annyira szétestem, várj egy kicsit. Most mi a Waste Not szóval... van notot akarjuk csinálni. Uh-huh. Így van, és a, bocsa, az institúton van Consumables, ahol Attila is felveszi. Oda kell elmenni, és oda ott föl tudod venni. És ott is kell leadni. Ott fel tudom venni. Így van. Oh. Mert ott van az Institute Warehouse, és ott van Consumables. Igen, nekem azt nem írta. Nem baj. És akkor nekem kell elszívnom magam a General Store-ba, ott van Bricks, és onnan kell nekem elmenni majd a világ végére. Majdnem. Én már megszólalni sem elég, srácok, hallod. Háj! Itt belezavarodtál? Micsoda? Nem, én nem akarom ezt a koncentrációt így megzavarni, mert... Most egyébként azt akartam csak mondani, most, amely megbeszéltünk mindent, mármint, hogy megbeszéltetek mindent, hogy én nekem a hard mode-ban egyébként pont azt tetszik, hogy ott előre azért illik logisztikázni. Tehát, hogy illik, igen, nem árt. Nem kötelező, de sokat tudsz magadnak segíteni, hogyha megteszed. Pontosan, a saját jó felfogott érdeket, de hogyha ezt akartam is mondani, akkor hogyha hétfőn tényleg tud csatlakozni a hard hétfőhöz, akkor ott úgy fogunk kezdeni, hogy na, akkor ott lesz egy Excel táblázat, amiben szépen megnézzük, hogy de nem viccelek, én megcsináltam, tehát hogy, és Excel táblázat ki van, hogy melyik autóval, melyik fuvar hova megy. Jó, oké. Okay. És így, és akkor onnantól le lesz szépen osztva, és nem lesznek ilyen... Jó, rendben. Én vállalom, hogy szófogadó rabszolgat, nagyjából egy olyan 4-5 küldetéssel szoktam előre gondolkodni. Uh-huh. Valamikor bejön, valamikor kurvára nem, valamikor nagyon... Igen. Tehát, hogy egy darabig működik a lánc, és akkor egyszer csak beleszaladok abba, hogy ilyen három térképe odét folytatódik, és az fel. Vagy belegondolsz és rájössz, hogy igazából, ugye ez az utazó ügynök probléma, klasszikusan, és ugye rájössz, hogy hát igazából te megtervezted ezt a izét, ezt a küldetést, és csináljátok is, de hogy ha már itt vagy, akkor mondjuk, hogyha esetleg double stack-elek még erre mondjuk még egy cementet, akkor mondjuk azt is meg tudom csinálni, és hogyha ezt tényleg megcsinálod, igen, és tényleg jól letolod, akkor megérkezés ez a jó, akkor most újra tervezés nagyjából az egészet, mert úgy ennyike. Igen, jártam így sajnos. Ez egyébként teljesen így van, én tényleg nem terveztem ezt így rommá, tehát ez elnézést kívánok, ez tényleg így van. Hát, pedig itt jön a tapasztalat, legénység, aztán... Bizony, mi már érted, hát figyelj. Jó, értem. Egy szót szólsz, beindítom az Excel-t, érted? Megcsináljuk az egészet. Na, figyelj, viszont egy olyan kérdés, hogy oké, én most mit rakodjak itt föl? Itt vagyok izébe, institútban, egy konzumőből az biztos. Kettő kell. Jó, azon két kívül... consumables kell. Jó, azon kívül mit hozzak még? Kettő kell a izébe, a kabinoshoz, meg kettő ez a másik küldihez. Azaz négy. De az tök más felé megy. Ja, értem. Az tök más felé megy. Jó, tehát magyarul én ezt a két consumables hol vegyem, mi a küldetésnek a neve? Living Space, vagy valami ilyesmi. Ja, a Living Space-es az izé, igen, a kabingyártós. Az a kabinos. És ő most azt csinálja? Nem. Nem. Te a Waste Not, Want Not. Igen, oda de mondom ő. Én. Attila azt csinálja majd utána, jó. Igen. Rend, akkor... De várj. Én most itt azt látom, hogy kettő darab kabint kell leszállítani a Construction Site-hoz, meg a Scrapyard-hoz. Én hol vigyom Consumables-öket? Hát legyen, a gyárba. A gyárhoz. Rendben. És hol van a Crafting Zone? A Earthlands-en van.
Heartlands, oké, okay, jó. Heartlands Crafting Zone, jó. És akkor ez a kérdés, hogy ahhoz, hogy egy kabin megcsinálják, ahhoz már igazából csak és kizárólag az egy darab nyomorult izé kell? Consumable? Igen, kabinonként egy consumables kell. Jó. Act Cluster, First Cluster. Azért kell kettőt hoznod. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké, okay. Jó, világos. Megtankolni, Lőci. Beugrok a garázsba. Ott vagyok a átjáró előtti kúton. Pillanat. Jó. Jó. Melyik térképre kell mennem? Akkor kettő consumables fölpakolva. Institute. Jó. Én az én vagyok, a Crossroads-on. Crossroads-on vagyok az Institute-ra. És a Crossroads-on vagyok. Jó. Tudom. És még egy kérdés. Mit vigyek esetleg még? Van package send, hogyha kell? De ez nem kell most sehol. És a consumables van csak igazából, amit lehet. Dani, mit? Jó. De azt most lehozod, nem? Dani, mit kell megtankolni? A Institute átjáró előtt az üzemanyag kúton azért a stepet. Odáig elmentem már. Ja, látom, hogy miért rossz irányba mentem, de... De hol van az? Nem is látom. Andor, egyébként nincs ez túl bonyolítva, Andor, tulajdonképpen, tehát hogy egész jól le vagyunk mi választva, így egymásról. Csak abban nem akartam beleszólni, itt most melyik küldetés kavarcodik, hogy... De azért ezt így úgy éreztem, hogy kellett az, hogy ezt a két konzumert már ne ők vigyék, mert mi a fenének. Most látom. Komolyan mondom, nem látom. Itt állok, vagy hát ott hagytam az autót, a kis kúton. Van az Institute-os gateway, ugye a Crossroads-on. Az megvan. Jó. Crossroads. Ott van, attól délre van egy izé, egy ilyen konténeres kis... De ott tudsz te is tankolni. De nem tudok, mert nem a tölti bele. Jó. Bug, be van bugolva, az a lényeg, be van bugolva. Ez csodálatos az. Na jó, oké. Csak ennyi volt a baj, tehát tudom, hogy tudok tankolni, csak nem tudok, érted? Oké, megvan. Világos, mint a karakerdő. Az a kérdés, hogy Hardfest korpa hol érdemes menni, Heartlands-en keresztül? Milyen korpa? Hardfest korp. Ja, oké. Ba. Nem korpa, bazd be. Jézusom. Ez jó volt, ezt tetszett. Jaj, bazdmeg. Csak azért észre, mert ez az előző 5 perc elég jól leszívtad már az agyad, igazából gondoltam, hogy ez most így üt. Már elloptam a szíjat, kész. Igen. Az Institute felé én is, az jó van. Jó van, én mindjárt át is droppolok. És akkor én most hova megyek így üresen amúgy? Hát, és akkor utána ott jobbra lesz majd egy warehouse, ahol föl tudsz venni két darab consumables, így van. És akkor úgy. És akkor utána már meg a térkép másik felére kell menni. Az nem baj, azt már megoldom valahogy. De az ott egy nagyon sima út egyébként. Uh-huh. Jó, úgy emlékszem, igen. Nézd már, ott szökik a consumables, ja? Megy előttem az úton. Hát Scoozy épp erre visz az utam. Csak meglepő volt ott, hogy mondom, mozog egy nyíl, mondom, mi a fasz? Hát ért én szólom, mikor lát. Hát igen, az nem az a kör, amikor mozog a nyíl. Hát reméljük nem ér el odáig ez a játék fejlesztés, hogy ilyenek is legyenek szólóba. Ja, oda vágna. Mert azért olyan... Mert az is hatalmas nagy szivatás, hogy át kell menni egy másik térképre hoznak, ahhoz, hogy tankolni lehessen, de az, hogy ugyanazon a térképen se lehet tankolni, ja, az már az extrém. Az már megint egy új szint. Az ultra szopotás. Na, nyomok is gyorsan egy... Mit nyomsz? Refuelt, csak igen. Nyomnál. Kicsit itt úgy nyomnék. Ott tud, mert az egy izé. Nem tudok. Ja, hogy ez sem működik? Ez sem működik. Tehát itt vagyok Institute-ba, igen. És nem tudok tankolni. A dambor. Nyugodtan. Jó, akkor jövök. Rohadt élet. Gyere. De nem tudjuk benne egészen biztos, hogy jó irányba megyek. De jó irányba vagyok. Azt a rohadt, de bennem van a pálya, te jó Isten! Na, attól függ, hogy hova akarsz menni. Tankolással. A célhoz. Oh yeah. Most tankolhatsz. És tényleg köszönöm. És nyilván a dumbból tankoltam, nem a tankból. Mindegy, nem érdekes, majd... Nem baj, van ott még. Az előbbi beszéltétek a Csernobili izéket, ilyen nagy táblákat. Uh-huh.
Amúgy én láttam már ilyet, szlovákoknál is elég nagy, a cseheknél is vannak ilyen horror nagy táblák. Bizonyos kereszteződésekben, amik ilyen egyébként tényleg elég veszélyzónásak. Nekem kedvencem a görögöknél volt egyébként. Úgyhogy megyünk a busszal, ilyen távolság, a görög volánnal megyünk gyakorlatilag. És ott kettő darab funky izé volt. Kb. Annyit is késett amúgy. Na, két darab funky esemény volt az, hogy megyünk így a szerpentine jobbra-jobbra, és akkor így elérkezünk egy útelágazáshoz, és útelágazás közepén ott van egy tábla, balra Atén, jobbra Atén. Úgyhogy mentünk Aténnak. És ott baszni. Körülbelül. És csak így mentünk, mit tudom én. Rómaiaktól vették át, tudod. Lehet, minden ott Róma vezet, azaz. És mentünk, nem tudom én, pár kilométert, lekerültünk egy ilyen autópályára. Azt úgy kell képzelni, hogy ugyanen út, mint az előző, csak kátyús, de szélesebb. És akkor így megyünk. Hangzik. És így annyit láttunk, hogy hirtelen jön egy ilyen komolyabb ív. És jött a csávó, aki szedte így a jegyeket, vagy elnőrizte a jegyeket, ő izgulta túl ezt a dolgot. Szóval így jött a csávó, és így jött egy ilyen komolyabb kanyar. És ott olyat érted, hogy olyan visszapillantó tükör, ami az utastér benéz bele, az ott így nem. Hát nem, azt úgy nem tesszük bele, nem szép. Volt benne a széria tartozék, úgyhogy. És lényeg az, hogy a jegyszedő csávó elkezdte bevenni a busz a kanyart. Na most ettől a jegyszedő csávó nem esett volna még el, mert őnek ebben már van rutinja. Na attól viszont már elesett szegény csávó, hogy veszük be a kanyart, és egy irgalmatlan rohadt nagy csikorgás lehetett hallani, és konkrétan megdőlt balra a busz. Ugyanis a profi sofőrünk elvitt egy ilyen útirányjelző táblát, ami akkora volt magasságban, mint maga a busz. És így én ugye a hátsó harmadában ültem a busznak, és az elejével vitte el a busz a táblát, és így láttuk, hogy ilyen buszmagasságban le van karcolva az egész táblának az oldala, úgy, ahogy van. Igen, szóval... Tom, ez így van egyébként, igen. Ez egy tényleg rettenetesen bosszantó ilyen dolog, hogy ezt miért csinálták, miért nem javították meg ezt a... Zoli, te most mit hozol? Téglát. Jó, mert ugye feladat az, hogy innen kell a lebontott téglát visszavinni. Azt ugye ne hülyéskedj. És egyébként rossz helyen van mentél, mert ott már kellett menned balra. És rásom, nem, mert nekem Hard West Corp-ba kell mennem, nem Hard Lens-be. Hát igen, de küldik, azt a két téglát kell elvinni, amit itt ad. Nem feltétlenül. Hát, de nem tudom, én már szoptam be. Figyelj, igen? Akkor mi érj oda, és akkor bosszankodj el ott egyet. Streamer sokkal jobban hangzik. Menjünk mind a ketten. Én mennék, csak nincs darum, tehát hogy... Akkor mégiscsak jó, hogy én jövök erre. Hát menjél, vigyed, persze, nem gáz, csak azért mondom, hogy... Neked... Ugye ezért van az egyébként, hogy bárhova mész, mindig olyan járművel mész, ami van daru, mert mindent föl tudsz pakolni hármomba, különösen fontos, mert nem kerül pénzbe, és egyébként meg a mocsákból is ki tudod magad tolni. Ha fölteszem a következő hard hétfős izét, egyébként meg látni fogjátok, hogy ez milyen jó. Nem elég is láttátok szerintem. A térképen pont a krumplival, de hogy azért van, hogy küldetésből... Egyébként ez a tátra meglepően jól fordul. Az a tátra nagyon jó megy. Ez most melyik? Ez az új fenyő, ugye? A Phoenix. Az nagyon jó megy. Mondom, fordul a hátsó tenge is, tuti. Igen. Az újak között is úgy lesz, azt hiszem. Ó, srácok. De el vagyok kapatva már, komolyan mondom. Figyelj, Dani, akkor addig menj át, és akkor segíts Attilának a Living Space-el. Jó? De most azon mit kell segíteni? Hát most érted, én leviszom... Két kabint kell két felé vinni azt. Elvisszük, hát ez a addig se unatkozzon, Dani. Ez így van, Dani. Óra bérbe van. Jó, érted, mondjuk én ötös póttal vagyok, de... És mennyi az? Money how much? Money how much? De hova lett innen a kocsi? Hát itt volt egy tátra. Azzal megyek én. Én nem ettem meg. Az meg, hát de akkor hogyan végel kettem, hogyha nincs ott egy pályk. Van ott egy pályk is. Hol? Nem, azzal te mész. Ó, jó, oké. Meg egyébként van egy kempingbicikli kitámaszva ide a sarokba, úgyhogy nyugodtan majd az is. Aztán is elviszem a kapit a hátamon. Figyelj, van ott a Trailer Store-nál egy szakajtónyi autó, válasz egyet, légy szíves. A melyik Trailer Store-nál? Itt a Village Garage mellett? Északra, aha. Ja, Északra? Ja, tényleg van még egy kiváló darab, ezt hadd osszam meg a biciklit eszembe, hogy a Ádám és Éva állnak a tiltott gyümölcs fájánál, és hogy arra jön biciklivel a kígyó. És akkor így ránéz Ádám, és azt mondja, hogy hát te kígyó, basszus, hát nem tudsz biciklizni. Jön tovább a kígyó,
Miért, Ádám? Mert nincsen lábad. Tényleg, áh, igen. Ezt ismertem már. Ezeken miért ilyen kerék van? Ó, nézzétek már a klasszikus festést. Ez pont olyan, mint az enyém. Pont ugyanúgy néz ki. És van daruja. Legjobb, mert... It's very nice. Kedvenc azovommal megyek. Pont ugyanígy nézett ki az, amivel évig dolgoztam. Oh. Ja, körülbelül igen. Úristen, ez mennyi időm van nekem ebben a játékban? Ez félelmetes. Ez a life. Phoenix lassan túl gyors ide. Amúgy igen. Olyan tors a keresztbe a seggén kanyarba, hogy amúgy nagyon oda kell figyelni, hogy nem kormányzod elég vissza, akkor tolja kifele a seggét. Hát nem csak az. Itt a kavicsokon is olyanokat sérül, hogy ihal. Igen, odaver egyébként a futóműnek is szerencsétlen, úgyhogy... Meg a guminak, já. Figyelni. Ez az Azov még mindig nem gyors, de legalább lassú. Igen. Időben Vádom. Tuti nem érsz oda. Viszont odaérsz. Igen, viszont odaérsz. Pontosan. Ezek hát érvek. Igen. Ezt a játékot... nem highway gumi van rajta. Igen. Ezért ezt a játékot még mindig nem időre játsszák. Hát én nem tudom, hogyha ennek a játéknak lenne mondjuk ilyen speedrun bajnoksága, az hány hónapig tartana. Igen. De az csak úgy, hogy egy ültödbe. Ja, hát hogyne, persze. Hogy máshogy? Két alatt, mert belehalsz. Hát, kizárt. Hamarabb egyébként alvás nélkül szerintem, hát... 3-4 nap lehet maximum. Azt hiszem, hogy pont a múltkor beszélgettük valahol valakivel, hogy volt egy ilyen teszt, vagy olvastam, néztem valahol, hogy valami egy hét az alvás nélkül rekord, az olyan visszafordíthatatlan agykárosodást, meg szervezeti károsodást okozott, hogy igen. Nem igazán éri igen. Meg ezzel próbálkozni. Áó. Hát figyelj, ezt lehet csak csapatba. Hogy így váltjátok egymást, mint sofőrök. Hát na jó, de akkor azért az nem speedrun. Igazából hát, nem egy fős speedrun. De pont ez az, hogyha mondjuk ha kihasználnánk, és egyébként működne fullon a négy fős kóp, és lenne rá egy annyira iszlet. És nem csak két óráig max. Igen. És de, meg lenne tervezve. Ezt akartam pont mondani, hogy igen, hogyha meg lenne centire tervezve, hogy mit, hova, mikor, miért és hogyan. Igen. Még akkor is esélytelen, hogy mondjuk mit tudom én egy nap alatt befejezzétek szerintem az alapjátékot. Ja, persze. Ezt így szerintem régiókra bontva még esetleg lehetne speedrunba valahogy bontani. Definiálni. De akkor, igen. De akkor is egy állatság, tehát hogy azért horror. Egy jó Amur speedrun. Igen. Főképp a jégen, mi? Leülünk a srácokkal Amur speedrunolni. Jó, oké. Okay. Mikor lesz vége? Jövő hét kedden. Igen, igen, igen. Szilveszterre, tudod. Igen, még idén kész lesz. Oh, Jesus. Ez egy borzalom. Eddig beindítom itt a generátort, mert ez megint leállt. Pedig ez bejött. Ja, mert kijöttem a térképről. Ja, kijöttünk. Oké. Okay. Még már csak abban reménykedem, hogy egyébként ezt a téglát nem kell rohadt messzire vinni. De. Nem lesz elég üzemanyagod? Lesz az, nem az, nem az, csak hogy azért nem a legkedvesebb helye ez a Hard West Corp. Ja, most már csak a hegyeket nézem még, komolyan. Mert még nincs meg ott az üzemanyag kutat, de egyébként hát, ott is az üzemanyag kutat. Várjál! Jó, hát ahhoz a reptér, az jó, hát a repteret jó, hát ahhoz meg kell csinálni. A legmesszebbi pontjára kell vinni a bricket? Igen. Tehát így mind a két átjárótól a legtávolabbi pontjára. De hát, amit még a garázsot sincsen meg izén Harvest Corpon, úgyhogy ez még eléggé. Hát Murphy, ezzel alapszinten egyébként én is így vagyok, de a kérdés ugye az hogy miért mész horgászni. Tehát, hogy van olyanok, amiért én is sem mennék horgászni konkrétan. Be tud fordulni? Elnézést, bocsánat. Ajaj, azt hittem lebből. Ja igen, ezt én is néztem. De, igen. Ja bocsánat, kapcsolok csetet. Szóval igen, tehát a horgászos game az igen. Ah.
Csak érted, most minek szívassuk magunkat jobban annál, mint amennyire kell. Jaj, Murphy, vágom. Én azt néztem, hogy annól azt hiszem Finut csinál, láttam, hogy srác reggel elkezdett 10-kor streamelni, és még este 6-kor nyomta, és az valami Bass Fishing nevezetű, nem tudom milyen szimulátor volt, és így... Jó? Hopp. Aj, ebben nem akarok belemenni. Hú, basszus, ez tényleg a világ végén van. Na, leadod még idén a Consumables? Én azon vagyok, hogy akkor most én ezt leadom, két Consumable. Igen, és akkor gyártok belőle két izét, kabint. Vagy gyártsál te is okadok egyet. Kettő kabin, igen. És egyet akkor... nekem, egyet neked. Ja, hogy te vagy az ott a másikat, és akkor menjünk együtt. Hát nem, mert két különböző helyre kell vinni. Akkor is együtt megyünk, nem érdekel, akkor is érdekel. Akkor egyszer csak délen leszel. Igen. Ha már elég messze értél, akkor éppen hogy közelébb te. Hova mész? Északra mész, vagy délre mész? Északra megyek, mert ezzel könnyebb átmenni így szólóba a folyón, úgyhogy mennyi délnek. Oké, megyek délnek. Nekem ki sincs jelölve a küldetés. Melyiket csináljuk? Living Space. Ja, igen. Hogy? És kész a híd! Ja, már hogy Murphy egyébként ezt, gondolom, akkor te nem nagyon vágtad ezt a horgászfelszerelés dolgot. Most nem azért mondom, mert én igen, mert én sem. Előbb, egy órája. Vagy akkor legalább viszont igényesen meg van csinálva a game. Nem tudom, majd lehet, hogy én is megnézem. Egyébként a jövő hét lesz az izgalmas, mert megint kint lesz az Outer World Spacers Edition. Zseniális dolog az is. Jaj, bizony, Murphy, amíg ingyé van. Felfordulsz délnek, aztán baszhatod. Hát igen, észrevettem. Én meg rutinból mondom, baszki. Élvezem itt a mindent is. Egyébként az a hihetetlen tényleg ebben a játékban, meg amúgy durva, hogy én a valóságban is alapvetően, én azt mondom, hogy jól tájékozódok, még szerencse, mert amúgy megérted, nemzetközi buszsofőr vagyok, tehát ez a... Nem egy hátrány, hogyha nem tévedek el, de hogy nem állsz meg az piros vagy ez a kereszteződésbe. Na most merre is keverni? Hát mondjuk az lehet, hogy engem is megtréfálna, hogyha kétszer lenne kiírva jobbra és balra is az, Atén. Hogy Atén. Hát tudod, hogy Aténba eljutnál. Igen. Ha már oda is biztos, hogy jobban mész. Igen. Ja igen, még igen. Gondoltam egyébként, hogy meg lehetne poénba azt csinálni, hogy az Ostapenkohoz kijelni szördeszkával és New York vagy Miami Beach felirattal. Jaj. Stoppolni. Hát figyelj, végül is. Teljesen jó. Lehet, hogy meg lehet volna. Tipikusan ilyen Sándor Györgyös jelenet. Na mindegy, de arra akartam csak kiukadni, hogy itt a játékon belül is ugye, főleg ugye én egyedül csinálom. Uh-huh. Ebből kifolyólag ugye én egyedül egymagammal, ugye végig csúszok. Jaj, szia Satucsi. Tehát egyedül egymagamban végigmegyek a térképeken kismillió alkalommal. Szia Satucsi! Ebből kifolyólag gyakorlatilag a büdös életben nem felejtem el őket. Tehát hogy most is itt azonnal át tudtam állni, hogy mi a feladat, meg hogy hol vagyunk. Tom, te is elkezdtél horgászni? Tehát arra könnyen menni. Attila megmondta. Merre könnyebb menni? Én mondtam, hogy ezzel könnyebb itt szólóba jönni. Ja. Én mondtam, és igazából a továbbra is alátámasztom, hogy ez így van. Hát mivel rövid alapvetően, és nem négyes. Egyébként azt hadd tegyem hozzá, hogy én is jöttem ott közben már négyes póttal, és én át tudtam jönni úgy, hogy nem akadtam bele semmibe. Hát jó, én is jöttem itt, tehát sok minden szarra. Csak Az a gumifás hely? Az a gumifás hely, igen. Hmm. Egyébként a múltkor ennyi volt a baj. Igen. Ott annyi volt a gondom, hogy ott nem tudom, hogy sikerült belevincselni, vagy valami ilyesmi, és hogy lényeg az, hogy beakadtod a hátsó sárvédő alá. Amire pont most mondta Murphy, hogy Ne kell szedni a gecibe. Így van. Igen, egyébként az aláfutás gátlóval lehet nagyon megszívni az ilyen keresztbe hullott fákat, mert azok aztán kegyetlenül ott tudnak verni. Aláfutás gátló? Ke? Yeah. Az micsoda? Micsoda az aláfutás gátló? Aha. Hát szakmai neve a hátsó lökhárító. Hátsó lökhárító, igen. Ja, jó. Úgy. Én nekem most van egy némi problémám itt egy táblával, aki... Egy agresszív táblával, azt mondod? Agresszív táblával, aki miatt most éppen félig belebukoltam az aszfaltba. Jaj.
Hát... szerintem ezt baszhassuk. Nézd csak! Megvan! Yeah! Srácok, én kimentem innen a kabint. Jó? Azzal ott egy voron D. Melyik? Igen? Itt egy darus voron mögötted, figyelj! Igen, látom. Jövök a voron D-vel. Jó, gyere a voronnal, mert ez itt így nagyon nem néz ki jól. Elcsaptam egy táblát, és a tábla bosszút állt. Ó, de gyönyörű. És csak így ledobod, mikor odajöttem volna pontan? Ja, jó, akkor gyere, csak nem akartam itt baszakodni, nehogy elrepüljök, tudod, mert ha véletlenül kibugol a izé, akkor nehogy az lenni, hogy kabinostul elrepülünk a picsába. De várj, ezt most tarts egy picit, mert fotózom. Jó, nem tudom tartani, mert ajaj, süllyedünk az aszfaltba, menj innét! Oké, okay, most... Dindition. Igen. De mit történik itt? Aknát robbantottam a magam alá. Várjál, jövök az egy banditával, azon van daru. Ez itt totál kár. Egyrészt össze is tört, másrészt bebugoltam az aszfaltba, szóval... Látod a táblát a műszer falba? Meg tudom nézni közelről. Jó, hogy az ott egy tábla miatt kell? Tábla! Very nice! Az igen. Betmorai szépen. Kell nekem csetet olvasni. Hát ez az, egyszer állok neki csetet olvasni, aztán ez lesz belőle. Itt van egy bandita, hogyha kell, meg ott van egy másik azó is. Ja, jó van, megmondta a rusztok, oké. Ez a taruzás, az... Jól néz ki. Most már hány autóval jöttél ide nézni? Kettővel. Így jobban látlak. Akkor szerintem én ezzel ide átchange-elek, azt ezt meg recovered ki innen, mert úristen, megint izé rángatózik legalábbis nálam. Én ebben ki is jöttem innen, mi a baj? Nem, az amelyik most fog mindjárt elrepül... Ja, nem repült el. Most nálam volt. De amúgy totál le van sérülve, szóval... Igen, lehet... látom. Ja, beindult a katasztrófa turizmus, amúgy igen. Oké, ez kint van. Jó, én akkor leviszem ezt a kabint a... Véd, ez átadta a lehetőséget. Ameddig még nem bugol be a kabin. Nálatok a tábla az mellette volt? Hát itt én nem láttam táblát. Én sem láttam táblát. Én azt láttam, hogy... Én szerintem azt láttam, ez hogy a... ez benne volt a műszerfalatban. Ez a két ez a North Cserjomuski tábla. Ez benne volt a műszerfalba, és konkrétan egy ilyen aknát robbantottam az aszfaltba azáltal, hogy így belebukolt. Úgyhogy gyönyörűséges volt. Igazán igényes. Yeah! És mennyi minden kinyílt? Mi nyílt ki? Igen, nem tudom. Upgrade-ek. Up, meg downgrade-ek. Ja, jó, de azért, mert én csak most léptem 20-as szintre. Ja, makes sense. Mert ez okay. Így ilyen alap normál mód. Hát ezt akkor kezdtem szerintem, amikor ugye elkezdtünk együtt, ezt azóta se ezért csináltam benne semmit. Hallod, van csirk. Chicken coop. Tök jó. Ez nem is kála coop, csak chicken. A fosztos izé küldi. Na urak, ha nem maradszatok, én viszont nyugovóra térek így évfél lévén. Én is szerintem. Úgyhogy, na ez egy erős nap volt. Hát ez több. Úgy bizonyos tekintetben erős volt ez a nap, maradjunk annyiban. Hol lesz a búcsú keménye volt. Itt a kúton? Menjünk a kúthoz, ha? Hun a kút? Én hát gyere ki itt vissza. Jaj, jövök. Mögötted. Igen. Csak elrepültem a földerítő terepjára. Hát vannak ilyen bugok, igen. Hát, szóval ritkábban fordulnak elő. Én legalábbis sokkal kevesebbel találkoztam ilyen jellegűvel. Mi? Murphy, én nekem holnap munkanapom van, úgyhogy... Munkanap és a gyerekek meg itthon közben, úgyhogy ez így nagyon romcsi lesz. Úgyhogy én most biztos nem leszek holnap délelőtt. Annyira jó lesz, hogy túl annyira jó lesz, hogy egyre jobb, igen. Na, Y-ozok egyet, Ványi. De mindegy. Akkor nem. Gyere mellém akkor. Na mindegy. Adj helyet magad mellett. Scusi. Ez ki volt ott? Azaz. Hello. Azaz. Gyere rá! Tudod, ezt úgy jön nekem, hogy arcsodhoz érjen az öklöm. Várj, ez így nem lesz jó. Beállsz ide a kút meg a... Én beállok, nem érdekes. Én is nagyon be vagyok már állva, úgyhogy most már... Hát nekem is kéne már valami.
Én fotomódba átraktam magamat. Én is. Picit hátratolod. Ide, elcsire ki. Az... Nézd már. Az egoista, hogy előre szaladt. Na. Ó, de kemény. Ez nagyon kemény. Már nyomom is ezért. Egy faszok is képet tök róla. Lesz. Jó van. Na. Hú. Én. Hát srácok. Balú, te is fáradt vagy? Hát nem csoda. Hát ennyi után mondjuk igen. Igen, igen, hát alkottunk már rendesen. Jó van, uraim. Ja, volt itt minden, mint a búcsúba. Úgy bizony, úgy én bizony. Annyira nem éreztem produktívnak magunkat, mint talán a múltkor, de amúgy, ha összeszámoljuk, biztos, hogy amúgy sok minden kész lett. Nem, viszont szórakoztató volt határozottan. Abszolút, abszolút. Fé, ennyit nem billegtünk még Tajgával, az biztos. Az biztos, az hát teljesen én biztos. Én nem szívtam vele, egyet leegyszer döltem meg egy kicsit jobban, mondjuk akkor nem tudtam volna magamat kimenteni valószínűleg, de... Igen. Hát, csak ja. A végét kaptod el, Balú? Hát, mihez képest a végét? Egy óráig vagy? Hát a legelején tajgáztunk. A legelején tajgáztunk, úgyhogy arról lehet lemaradni. Ja. Na, uraim, nagyon köszönöm még egyszer a mai eseményt is, úgyhogy... Ja. Jó van, akkor majd, így hát van, ha nekem is úgy jön ki, tudjátok, én nagyon szívesen bármikor, úgyhogy a legközelebb lehetőség. Jó, hát bezem. Jó, szupi, nagyon szépen köszönöm, srácok, hogy itt voltatok, és hogy ennyit segítettetek. És nektek is nagyon szépen köszönjük, hogy néztetek minket, és hogyha tetszett mindaz, amit láttuk, akkor feltétlenül iratkozzatok fel a csatornáinkra. A linket megtaláljátok a leírásban. És legközelebb pedig Haldan, veled mikor lehet találkozni legközelebb? Igen. Szombaton a kocsmába. Körülbelül. De egyébként én holnap is leszek még valószínűleg. Uh-huh. Előláthatólag. Én jövök holnap délelőtt is, meg valószínűleg délután is, ha nem jön közben semmi más. Uh-huh. De hogy, ja, igazából így. Uh-huh. Holnapig biztos, a hétvégén az kicsit zsűrültem. Hát én nekem a szokásos hard hétfő az ugye meg lesz. Húsvét hétfő, semmilyen tojásos speciális dologon nem készülök, csak egy sima jó kis hard hétfő lesz. Össze lett rakva teljesen minden, még 31 darab forrozandó történet van. Ez leosztva három gépre, rengeteg logolással, mindennel. Úgyhogy hát nyomjuk, aztán jutunk, ameddig jutunk vele. Bizony, akumóval leszünk kezesen, igen. Aztán meg majd meglátjuk még, hogy Andorra Gergő tudra csatlakozni, mert hogy Meló az három track, aki megtervezve van. Negyedik track meg nincs, úgyhogy ilyen egyszerű történet. Hát azt tudok hozni. Bizony. Jó, hát tudok hozni. Gergő is tud hozni egy Fleetstart egyébként, mert ő is jól áll. Na, hát az tök jó. Andornak meg összecsiholunk egyet. Így van, összerakunk egyet a hulladékból, tudod. Bizony. Most úgy is az lesz, hogy aki becsatlakozik hozzám hárdozni, az kicsikét úgy fölpumpáltja magát anyagileg, mert most pont olyan küldék lesznek, amik úgy elég jól hoznak a konyhára. XP-ben is, és pénzben is. Úgyhogy, úgyhogy ez hasznos lett mindenkinek. Ilyen szinten. Én nem tudom, miről beszéltek. Én nekem hard módban a 2,5 millió az már egy egész pofás összeg. Tehát, hogy... Persze. Szia Murphy, hello, persze. Szia. Majd Murphy, mindjárt reagálok egyébként. Velem Murphy pedig holnap lett. Hopp. Hogy? Murphy tőlem meg már inkább elfele köszönt. Ja. Igen. Hozzám meg most köszönt be. Körbeért. Ja. Velem meg holnap lehet majd találkozni. Meg kipróbáljuk ezt a Lightyear Frontier, vagy mi Frontier? Ja, mész megfarmozni? Ja, kipróbálom. Milyen? A katasztrófa ellen megfarm. Ja. Bizony. Aztán pedig szombaton lesz Expeditions, hétfőn pedig megyünk Atihoz majd hardmódozni. Így van. A csütörtök az még nincs eldöntve, úgyhogy ezt még nem mondom. Jó, de érdemes lesz benézni, mert hát jó lesz az is. Jó, hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, és jó pihenést kívánunk, és szép meg estét. Jó hétvégét, meg ilyen. Így van. Na, sziasztok, jó éjszakát, köszi a játékot. Na, nagyon köszönjük, hogy itt voltatok. Murphy, szerintem inkább kulcsváltás legyen. Mit szólsz? Az úgy, már ugye csak azért is, mert az egy kicsit végtelen topik, ugye attól függően, hogy ugye alapvetően ugye milyen hangnemből indítasz, és úgy egyébként milyen hangulatot játszol. Na, és érdekesebb is, pontosan. Hát az ugye a hard mód. Melyik dal? Hát figyelj, milyen opciók vannak? Melyik dal legyen a példa?
Genre. Mondjál egy genre-t, és akkor abba tudok esetleg mondani paradicsomra. Jó. Jó. Legyen ő. Legyen az. Legyen az. Bocsánat. Beteszem a csetet. Épp Murphyvel ugye megösszük, hogy mi legyen a holnap íze. Ja. 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 Példának okáért ez is jó. Teljesen jó. Jó van. Na, nagyon köszönjük, hogy itt voltatok. Találkozunk hétfőn egészen biztosan. Aztán ki tudja meg, hogy még mit hoz addig a stream élet. Elvégre most valami húsvéti szünet van, vagy milyen fene. Úgyhogy lehet, hogy még lesz addig is valami, meglátjuk. Na, köszönjük, itt voltatok. Ahogy Akumó is mondta, kövessetek létszik Twitch-en, meg YouTube-on, ez is föl lesz majd. A többi létszel együtt, de videókban nekem legalábbis most a háthétfő a prioritás, hogy azt lehessen mi is rendesen követni. Na, szóval köszönjük, itt voltatok még egyszer. Jó éjszakát, jó pihenést, sziasztok!